Takže prajem vám dobrý večer, milé publiku. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki nás všetkých vítam. Megtiszteli a jelenlétével a mai előadásunkat. Ktorí ste poctili svojou prítomnosťou dnešnú prednášku. Amikor délután erre az alkalomra készültem, keď som sa popoludí pripravoval na túto príležitosť, elővettem Makovec Imréről szóló legvastagabb könyvet. Dobrala som si do rúk najhrubšiu knihu o Imre Makovecovi. És megnéztem a szószedetet. A pozrela som sa na slovník. És megnéztem, hogy melyik szóról van a legtöbb oldal. A pozrela som sa, ktoré slovo sa nachádza na najväčšom počte strán. És a következőt találtam. A našiel som nasledovné slovo. Az egyik a kupola. Jednak je to kupola. Itt ülünk alatta. Sme tu pod ňou, sedíme. A másik a szerkezet. Potom konštrukcia, to bolo druhé slovo, ktoré sa tam najčastejšie vyskytovalo. A harmadik a népművészet. Po tretie ľudové umenie. A negyedik az angyalok. Po štvrté anjeli. Az ötödik a személytelen inteligencia. Na piatom mieste neosobná inteligencia. És akkor megnyugodtam, hogy ma jó előadásra jövök. Na potom sa utúžnila, že dnes prídem na dobrú prednášku. Hogy az angyalokról ilyen sok szó esett. Že o angyaloch sa v tej knihe toľko písalo. Ez látszik az épületeiben is. A tu vidíte aj na jeho, teda na Makovecových budovách. Itt is vannak. Aj tu sú prítomní. Van, ahol ablakon néznek be. Je miesto, kde sa sem pozerajú cez okno. Van, ahol az épületet tartják. Na inom mieste udržiavajú budovu, držia budovu. Van, ahol Kristus két oldalán állnak. Na inom mieste stoja po dvoch bokoch Kristových. És aztán arra gondoltam, hogy... A potom som si pomyslel. Mivel nem véletlen. Že keďže nie je náhodné. Hogy ez az előadás ma van. Že táto prednáška je dnes. Szent Mihály napján. Je deň svätého Michala. Makovec Imre. Imre Makovec. Szent Mihály katonájának vallotta magát. Sa sám považoval za vojaka svätého Michala. Azt mondta. Povedal. Hogy ő Szent Mihály seregében harcol. Že on bojuje v armáde svätého Michala. Amikor körülbelül egy évvel ezelőtt. Keď asi tak pred rokom. Zalka Katalin megkeresett engem. Obrátila sa na mňa Katalin Zalka. Azzal keresett meg, hogy s tým sa obrátila na mňa. Emil Pálesnek kell, hogy szervezzünk egy előadást az angyalokról. Musí tu mať, musíme mu zorganizovať tú nejšiu prednášku o angyaloch. Amit én nem tudtam. Ja som nevidela. Emil Páles járt Makovec Imrénél. Že Emil Páles svojho času už bol u Imre Makovca. És megmutatta neki ezt a könyvet. A ukázal mu túto knihu. És Makovec Imre szokásához híven, tak ako to mal vo zvyku, pozrel sa na knihu. Azt mondta, hogy a povedal. Kisfiam, ezt nagyon gyorsan le kell fordítani, és ki is kell adni. Si môj to čo najrýchlejšie bude potrebné preložiť a aj vydať. Ez ugyan még nem történt meg. To sa síce ešte nestalo. De hála Istennek ale hála Bohu, podarilo sa ezt az előadást megszervezni. Zorganizovať túto prednášku. És így a legnagyobb tisztelettel és szeretettel. A tak s najväčšou úctou a s láskou vítam v našom kruhu. Emil Pálest. Emila Pálesa. És kérem, hogy tartsa meg az előadását. A prosím, aby sa ujal slova, aby nám prednášal o angyaloch. Köszönöm szépen, jó estet, játsz névén holonyerszkén. Többet magyarul nem tudok. Ďakujem za privítanie. Nagyon szépen köszönöm az üdvözlést. Ja si pokladám za česť a radosť, čo smiem prednášať v takom Makovcovom centre. Én megtisztelőnek és örömnek tartom, hogy itt Makovec központban előadhatok. Lebo ako uvidíte zajtra večer? Mert hogy holnap este majd megláthatja. Z tej mojej práce, ktorá spočíva v analýze dejín. Abból a munkámból, amely tulajdonképpen a történelem elemzésén alapszik.
aj dejin umenia v súvislosti s dejinami myslenia a ako... A művészet történet elemzésén is összefüggésben a gondolatok, a gondolkodás történetével. Uvidíte zajtra, že to, čo prednesiem, je veľmi hlboké opodstatnenie, ospravedlnenie organické architektúry. Meglátják majd holnap este, hogy az, amit én előadtam és előadok, az az organikus építészetnek egy nagyon mélyre nyúló, mélyreható megalapozása. Most pôjde o to, že ako každý tvar podvedome pôsobí na podvedome človeka a ako to je späté až s orgánmi biologickými. Arról lesz tehát szó többek között, hogy minden ilyen forma, minden alakzat, amely az építészetben megjelenik, tudatalatt és nagyon mélyen kapcsolódik az emberi test különböző szerveihez. Myslím, že architektom by sa to veľmi hodilo ako zdôvodnenie ich práce. És úgy gondolom, hogy az építészeknek, építőművészeknek ez nagyon jól jönne, mint a munkájuk egyfajta megindokolása. Dnes porozprávam iba takú hlavnú myšlienku mojej práce, ktorú robím 30 rokov. A čo voltak éppen csak a munkám, a 30 éve végzett munkám egy ilyen fő gondolatát fogom kifejteni. Začnem najlepšie s problémom doby, ktorý teraz máme. Azzal a annak a kornak a problémájával kezdem, mely korban jelenleg élünk. Celosvetovo. My sme stratili, sme hodnotový sever. Az egész világot illetően elveszítettük az értéket mutató északot. Hogyha ľudstvo stratilo víziu o zmysluplnom cieli, o hodnotách, ktoré by mohli spojiť ľudí pri spolupráci na jednom cieli. Az emberek elvesztették a tudást arról az értékről, amely összekapcsolatná őket, összekapcsolatná az emberiséget egy cél érdekében. Kedysi tie pravzory hodnot boli dané intuitívnou vierou. Valamikor az értékeknek az ős mintái, ős példái egyfajta intuitív vallásban benne voltak. A v rámci náboženstva. És a vallás keretében is. Ale medzi tým sa stali dve veci. De közben történt két dolog. Že individualizovalo sa myslenie. Hogy a gondolkodás individualizálódott. A nastal stret kultúr v rámci globalizácie, kde každá kultúra má nejaké iné tradície. És a globalizáció keretében két kultúra ötközött össze, és mindkettőnek más-más hagyományai vannak. A teraz sme v situácii takého hodnotového relativizmu, kde ľudia nevedia už komunikovať, dorozumieť sa a tým pádom ani spolupracovať na ničom. És most egyfajta értékrelativizmus állapotában vagyunk, amikor az emberek már nem tudnak egymással kommunikálni, nem tudnak egymással értekezni, és éppen ezért nem is tudnak semmiben sem megállapodni. Teda máme chaos a z toho vyplýva úloha, že musíme znova objaviť tie pravzory hodnot. Tehát káoszban élünk, és ebből fakad az az igény, hogy újra felfedezzük az értékek ősmintáit, őspéldáit. Ale tentokrát akoby znovu objaviť cez vlastné poznanie. De ezúttal, mint hogyha újra felfedeznénk őket a saját megismerésünk által. Ja mám pôvodne skôr prírodovedné pozadie ako štúdium. Nekem a tanulmányaim keretében inkább természettudományos hátterem van. Ale o to viac ma zaujímala taká vec, že o čom hovorili náboženstva a že čo to má znamenať ako anieli, nauka o anieloch. De annál inkább érdekelt az egy olyan dolog, hogy miről is szóltak, mit mondtak a vallások, illetve miről szól az angyalokkal foglalkozó tudomány.
Pretože tá predstava anielov, to už je úplne to posledné, čo sa bralo za naozaj čisto nereálne vec fantázie. Mert az angyalokkal kapcsolatos elképzeléseket úgy fogták föl, mint valami teljesen irreálisat, mint ami tisztára a fantázia szüleménye. A tým pádom ako keby to úplne posledné, najmenej dôležité zo všetkého. Tehát mint hogyha ez már, mint az angyalokkal foglalkozó tudomány, abszolút az utolsó lenne, mindenek közül a legkevésbé fontos. Ani farár už neverí v anjelov. Sőt, már a pap sem hisz az angyalokban. No a ja som zistil, že je to úplne naopak, pretože v podstate to moje zistenie je v tom, že práve tá nauka o anjeloch je. És én rájöttem, hogy ez egészen teljesen fordítva van, rájöttem arra, hogy az angyalokkal foglalkozó tudomány. Že to je presne tá, akoby tá severka, ktorá nám chýba. Tehát, mint hogyha az volna az a bizonyos sarkcsillag, irányt mutató sarkcsillag, amelynek híján vagyunk. Totiž, že tí archanieli, hovorilo v tradícii, bolo 7 hlavných archanielov. Mert hogy az arkangyalok, ugye a hagyományban 7 fő arkangyal van. Že to sú vlastne, oni, to sú obrazy, praobrazy hodnot. Ők tulajdonképpen az értékek ősképei. Mi máme zhruba 7 základných duševných síl, schopností. Nekünk alapvetően 7 szellemi, lelki erőnk, képességünk van. A každý ten archaniel je vlastne zdokonalená podoba každej tej jednotlivých tých síl duše. És mindegyik archangyal egy-egy lelki erőnek, szellemi erőnek a tökéletesített alakváltozata. Tökéletes alakváltozata. Inak sa to vyjadrilo niekedy, že tradične bolo 7 hlavných cností. Ez úgy is kifejezték, hogy hagyományosan 7 fő erény volt. No, ale bolo aj 7 smrteľných hriechov a 7 arcidémonov. De volt 7 halálos bűn is, és volt 7 legfőbb vagy fő démon. A tí zobrazovali keď každú duševnú silu, keď sa nejako pokazí a pokriví, čo ako krivý obraz, zlý vývoj každej síly duše. És ők már, mint a démonok, azt mutatták, hogy mivé válik a lélek ereje, hogyha eltorzul, elromlik. A od staroveku sa verilo, že táto sedmica, že to je akoby Božia myšlienka, podľa ktorej je utvorený celý vesmír. És az ókortól kezdve hitték, hogy ez a hetes, ez tulajdonképpen az a megnyilvánulás, ahogy annak megnyilvánulása, ahogy Isten a világűrt, a világ mindenséget teremtette. Takže každý ten archaniel bol zároveň vraj aj inteligenciou jednej z planét v slnečnej sústave. Úgyhogy úgymond mindegyik archangyal a naprendszer egy-egy bolygójának az intelligenciáját is megtestesítette. A všetko v prírode bolo ako keby stvorené cez túto, akoby tí anjeli boli to božské slovo, 7 samohlásov, ktorým akoby Boh vyslovil a stvoril prírodu. És minden ennek a hetesnek az alapján teremtetett, mint hogyha egy szónak a 7 magánhangzója volna a 7 arkangyal, egy olyan szójé, amellyel Isten megteremtette a világot. Takže bolo aj 7 klasických kovov priradených tým anjelom. Tehát az angyalokhoz tartozott 7 klasszikus fém is. Ale aj všetko, alebo aj 7 typov stromov a zvierat a všetko. Tehát 7 alapvető fa típus, 7 fontos állat, és így tovább.
No teraz v modernej dobe sa povedalo, že proste žiadnych 7 duchovných inteligencií predsa tam v tých planetách nežije. De most a modern korban azt mondták, hogy a bolygókban nem él, nem létezik semmiféle 7. számú szellemi intelligencia. Tehát, hogy nincs előkét. Že si to proste iba vymysleli z nevedomosti naši predkovia. Tehát, hogy elődeink csak kitalálták a tudatlanságukból fakadóan. No, a tým sa to zavrhlo. No ale ako to býva? S ezáltal ezt elvetették, de ahogy ez lenni szokott. Že súčasná veda znovu objavuje, ale inou cestou tie isté veci. Hogy a jelenkori tudomány újra felfedezi, bár más úton, ugyanazokat a dolgokat. Vedeckými postupmi, ale vlastne objavuje to isté, čo už bolo v tej starej múdrosti iným spôsobom povedané. Tehát tudományos eljárásokkal, de tulajdonképpen azt fedezi fel újra, amit a régi bölcsesség valamiképpen másképp már kifejezésre juttatott. Napríklad tento Gardner preskúmal to, že človek má približne 7 typov inteligencie. Például itt látjuk Gardnert, aki megvizsgálta, hogy az embernek nagyjából 7 alapvető intelligencia típusa van. To sú také akože verbálna, priestorová, emocionálna. Tehát verbális, térbeli, érzelmi, emocionális. A ďalšie. A keď sa pozrieme, že aké to sú, tak zistíme, že to je na 90% je to vlastne tá obsahom, tá istá sedmica, o čom boli tí 7 archanieli. És hogyha ezeket megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ugyanaz a 7-es nyilvánul meg bennük, amely 7 dolgot az angyalok képviselték. Každý ten archaniel bol ako keby anielom jednej planéty. Tehát mindegyik arkangyal, mint hogyha egy-egy bolygónak az angyala lett volna. Ak poznáte astrológiu, tak viete asi o čom boli tie astrologické planéty. Hogyha önök járatosak az asztrológiában, akkor tudják, hogy miről is szóltak ezek az asztrológiai bolygók. Takže napríklad aniel Venuše je vlastne tá vzorová inteligencia, citová, tá emocionálna. Például a Vénusz angyala az az érzelmi inteligenciának egy példája. Alebo aniel Merkúra je tá verbálna inteligencia. Vagy a Merkúr angyala a verbális inteligenciát testesíti meg. Každý z nich mal nejakú ako keby proste inšpiroval a obdarovával človeka nejakými schopnosťami a dokonalosťami. Tehát mindegyik tulajdonképpen ösztönözte az embert, illetve megajándékozta valamilyen készséggel, tehetséggel, képességgel. Teda vlastne psychológia dnes zvlášť a neuroveda, objavuje obsahovo to isté, čo už tam bolo v stredoveku a v staroveku. Tehát a pszichológia ma, és főleg az idegekkel foglalkozó tudomány, újra felfedezi azt, ami már jelen volt az ókorban és a középkorban. Len povieme, že to nie sú duchovné inteligencie, ale že to je niekde v štruktúre, to sú štruktúry mozgu. Csak azt mondjuk, hogy ez nem szellemi intelligencia, hanem valahol az agynak a szerkezetében rejlenek. Tento Ekman, to je najlepší odborník na výskum emócií. Ekman az érzelmek kutatásának a legjobb szakembere. Ten po celoživotnom výskume tiež dospel približne k tomu, že vlastne máme 7 základných emocionálnych akoby takých systémov alebo náladení. Ő egy egész életen át folytatott kutatás után arra jött rá, hogy voltak éppen 7 ilyen alapvető érzelmi körünk van, 7 alapvető meghatározó érzelmi hangoltságunk. Opäť je to isté, čo sme mali v tej sedmičke tých archanielov, alebo v sedmičke tých klasických antických bohov.
És ez ugyanaz, ami megvolt már a hét arkangyalnál, az arkangyalok hetesében, vagy pedig a hét klasszikus ókori istennél. Tu máme poruchy osobnosti. Itt vannak a személyiségzavarai, személyiségzavarok. Teraz máme psychiatrickú klasifikáciu poruch osobnosti, presne sú popísané. Most a személyiségzavarokat a pszichiátria írja le, minősíti, mindegyiket pontosan leírták. No a keby tí psychiatri poznali menovite tých starých démonov, tie staré spisy. És hogyha a pszichiáterek ismernék név szerint a hajdani démonokat, a régi írásokat. Tak by zistili, že vlastne popisujú niečo veľmi podobné, čo samozrejme, že to bolo známe už dávno, pretože ľudia mali tie poruchy. És akkor rájönnének, hogy valami nagyon hasonlót írnak le ők is, mert ugye az embereknek már réges-rég is megvoltak ezek a zavaraik, személyiségzavaraik. Takže kedysi sa povedalo, povedzme, že Lucifer je duch pýchy a sebelásky. Hajdan azt mondták például, hogy Lucifer a gőg és az önszeretet, vagy önimádat képviselője. Dnes je to narcisztická porucha osobnosti. Ma ezt úgy hívják, hogy narcisztikus személyiségzavar. Alebo... Povedzme, Mephisto, vagy jupiterský démon. Mephisto volt a jupiteri démon. Teraz to patrí medzi paranoidné poruchy. Ma ez a paranoid személyiségzavarok közé tartozik. Čiže aj tú démonológiu, ktorá k tomu patrila, tá sa dnes objavuje vlastne ako psychiatrii. Tehát az a démonológia is, ami valamiképpen valaha a része volt, az ma a pszichiátriában bukkan fel. Toto je môj obľúbený obrázok od detstva. Gyermekkorom óta ez a kedvenc képem. O čom je život? Miről is szól az élet? Ale toto sa verilo po celý stredovek. Ebben hittek az egész középkorban. Že to, čo sa odohráva v našom živote, je, že mi človek hrá s diablom šachovú hru. Ano. Hittek abban, hogy az ember egész életében voltak éppen egy sakjátszmát folytat, játszik az ördöggel. On hrá o svoju dušu, nie o večný život. Ő nem az örök életet, hanem a lelkét tette kockára, az volt a játék tétje. A tie čierne a biele figurky, to sú cnosti a neresti. És azok a fekete, illetve fehér sak figurák, azok az erények, illetve a bűnök. A vidíte, že to s ním vyzerá dosť zle, lebo má vyhodené viaceré biele figurky. És ahogy látják, meglehetősen rosszul áll a szénája, mert több fehér figurát elveszített már. Tak ja stále verím, že toto je naozajstný význam života a že nie je o kupovaní a predávaní. És én változatlanul hiszem, továbbra is hiszem, hogy ebben rejlik, ebben áll az élet értelme, és nem abban, hogy eladunk, veszünk. Pred tými 30 rokmi ja som prišiel na takú jakoby metódu, ktorá mi pomohla vniesť jasno do tej starej angelológie, ktorá je veľmi jakoby zmetená, proste už popletená po tých stáročiach.
Mint egy 30 évvel ezelőtt felfedeztem egy módszert, ami segített világosságot, rendet vinni abban már nagyon zűrzavaros angelológiába, angyalokkal foglalkozó tudományba, amely az évszázadok után így összezavarodott. Totiž v tých starých náukách tam sa hovorilo aj veľmi presne o tom, že tí siedmi archanieli alebo tie božstvá, že sa striedajú cyklicky v pravidelnom poriadku. Ugyanis a régi tudományokban nagyon világosan elmondatott az is, hogy ez a hét arkangyal, ez ciklikusan időről időre váltja egymást. Dobre, tento opat Tritemius, ten pre tohto cisára Maximiliana napísal taký spis o siedmých archanielov, ktorí sa striedajú ako duchovia času a v takomto presnom poradí a sú tu presné roky, kedy vládnu. Például ez a férfi, akit itt látunk a fenti képen, Tritémius apát, ő írt egy művet Miksa császár számára, melyben kifejtette, és ez ott látható is pontosan, hogy a hét arkangyal milyen időközönként váltja egymást, sőt, még az évek is szerepelnek ott. Toto sú takí väčší duchovia času, ktorí vládnu 354 ročným obdobiam. 350 rokov? 354 rokov. Ők tulajdonképpen ilyen főszellemek, akik egyenként 354 éven át uralkodnak. Sú aj menší duchovia času, toto je z babilonskej tradície. Ők tehát az idő főszellemei, de az időnek vannak kevésbé fontos meghatározó szellemei is. Ez itt a babiloni tradíción alapul, amit látunk. Ugye každá planéta vládne, ovládá jeden stupeň z verokruhu. Ahol az állatő egy-egy fokát mindig egy-egy bolygó uralja. A v precesnom pohybe zemskej osy je to potom 72 ročné obdobie. És ez a földtengely forgását alapul véve, ez mindig 72 földi évet jelent. No ja som si toto zobral ako výskumnú hypotézu, že ja to preverím, či to je pravda. Én ezt úgy fogtam föl, mint egyfajta kutatási hipotézist, amelyet ellenőrizni fogok, hogy igaz-e. Napríklad, keď archaniel Rafael inšpiruje lekárov, tak potom v obdobiach archaniela Rafaela by malo byť nejaká vlna tvorivosti, veľké objavy v medicíne a veľkí lekári. Hogyha például Rafael arkangyal az orvosokat inspirálja, ihleti, ösztönzi, akkor, amikor az ő uralmának az ideje van, akkor az orvostudományban jelentős felfedezéseknek kellene bekövetkezniük. No, a pokiaľ ale neexistuje, tak by som nemal v tých dejinách nájsť nič také. De hogyha nem létezne, akkor a történelemben semmi ilyesmit nem lelnék fel. Kolegovia na akadémii mi hovorili, že neskúmaj to, lebo veď my vieme vopred, že anjeli neexistujú. És az akadémián a kollégáim azt mondták, hogy ezt ne vizsgáld, ne kutasd, mert mi tudjuk, hogy angyalok nem léteznek. No, ale ja si nedal povedať, a pozrite, ten výsledok je taký, že povedzme, toto sú grécki lekári, viete, Hippokrates, Galenos, dve vlny a presne v tých obdobiach archaniela Rafaela. De én nem hattam magam lebeszélni, és mint ahogy itt is látják, volt két nagy hullám éppen Rafael arkangyal idejében, amikor többek között a legnagyobb görög orvosok, Hippokrates, Galenos és mások tevékenykedtek. Čiže začal som zostavovať systematicky krivky tvorivosti v dejinách. Tehát elkezdtem módszeresen összeállítani a alkotóerő, a kreativitás görbéit a történelem folyamán. Čiže na časovú os som naniesol všetko, čo vieme, všetkých akoby významné osobnosti a objavy a vynálezy vo všetkých možných umeniach a vedách a
vôbec kultúrne dejiny celé. Úgyhogy az időtengelyre rávetítettem mindent, minden fontos személyiséget a művészetekben, a tudományban, és ugyanúgy a történelem vonatkozásában is mindent, ami meghatározó, ami fontos volt. Tu máte medicínu indickú a čínsku. Platí úplne to isté, čo pre tých Grékov? Itt van például az indiai, illetve a kínai orvoslás, melyek esetében ugyanaz érvényes, mint a görögökről, amit mondtunk. Veľké objavy v medicíne prichádzali periodicky a synchronne cez celú akoby zem. Tehát az orvostudomány nagy felfedezései mindig ilyen szinkronitásban jelentek meg, jutottak érvényre és az egész földön. A v tých starých časoch o sebe nevedeli tí ľudia. És a régi időkben az emberek nem tudtak egymásról. Ako keby ich inšpiroval nejaký duch, no a konkrétne duch, ktorý inšpiruje medicínu, sa volá Rafael. Tehát olyan volt, mintha valamilyen szellem ösztönözné, ihletné őket, és konkrétan az orvostudománynak az ihletője Rafael. Ale nie len medicínu, napríklad ten istý archaniel inšpiroval ako keby dialektiku. De nem csak az orvostudományról van szó, hanem konkrétan ugyanaz a szellem inspirálta a dialektikát. To sú napríklad szofiszti na západe a na východe. Ezek a szofisták nyugaton és keleten például. Toto už je venusánsky rytmus. Ez már a vénuszi rytmus. To je podiel žien medzi svetými, čiže ženské svetice. Itt látjuk azt a görbét, amely a nők arányát mutatja a szentek között, tehát a szent nőket. To sú proste venusánske obdobia. És ezek a vénuszi időszakok. Toto sú všetky královné, vládnúce královné na svete. Ők itt a világ valaha volt, valaha uralkodott, uralkodónői, királynői. Hodíte ich do počítača a počítač vám vyhodí rytmus archaniela Venuše. Tehát az ember betáplálja őket a számítógépbe, és a számítógép pedig kidobja magából Vénusznak, mint arkangyalnak a ritmusát. Čiže to nie je vo fantázii niekde, to proste je tvrdá realita, to je proste skutočné dejiny. Tehát ez nem valamiféle fantázia, hanem ez a reális történelem, a valós történelem. Venuša, inšpirátorka poézie, to sú veľkí básnici. Tehát Vénusz, mint a költészet illetője, itt a nagy költőket látjuk görbéken. Toto sú čínsky. Ők a kínaiak, akiket itt látunk. Filozofi. Filozófusok. Dostanete rytmus archaniela Michaela a my vieme z tradície, že Michael je inšpirátor filozofie. Megkapjuk Mihály arkangyal rytmusát, és mi tudjuk a hagyományból is, hogy Mihály a filozófiának az illetője. A tak ďalej. És itt tovább. Týchto štúdií som robil stovky. Én ilyen tanulmányokból százakat folytattam le. A preto tá moja kniha teraz má už tretí zväzok, ktorý každý má 500 strán. És ezért a könyvemnek tulajdonképpen most már megvan a harmadik kötete is, és mindegyik kötet nagyjából 500 oldalas. Ale chcem teda len vyzdvihnúť niektoré zaujímavé momenty okolo toho, aby ste si robili nejakú predstavu, že ako s čím to súvisí. De csak néhány alapvető momentumot szeretnék itt most kiemelni az egészből, hogy önök lássák, hogy mivel függnek össze ezek a dolgok. Toto je zaujímavý graf, lebo ten ukazuje, čo sa, že kde sú anjeli dnes. Ez egy érdekes grafikon, amely azt mutatja, hogy ma hol vannak az angyalok. Ja, hore ten graf, to sú všetky tradičné príbehy o zjaveniach Michaela a Gabriela. Ott fönn az a görbe, az mutatja az összes hagyományos történetet arról, hogy Mihály és Gabriel arkangyalok hol hogyan jelentek meg. Teda anjela Slnka a Mesiaca, ktorí sú akoby protikladní. Tehát a nap és a hold angyalát, akik minthogyha ellentétesek volnának egymással. Gabriel stojí pri narodení a vedie dušu do hmoty. Gabriel a születésnél áll, és a lelket
elvezeti az anyagba, a megtestesülésbe. Akkor mi van azt, vtelovanie? Tehát ő voltaképpen a megtestesülést végzi a Gábriel. A Michael je anjel, ktorý stojí v okamihu smrti človeka a pomáha mu vyviezť ho do čistých duchovných výšin. És Mihály arkangyal pedig az, aki jelen van a halál pillanatában az ember mellett, és segít neki abban, hogy a testből a szellem magasságaiba jusson. Tieto príbehy rôzne, že ako sa ten anjel zjavil nejakému Abrahamovi alebo niekomu, ktoré už ani cirkev nebere vážne. És ezek a történetek, melyek arról szólnak, hogy egyik másik angyal hogyan jelent meg például Ábrahámnak, ezeket a dolgokat már az egyház sem veszi komolyan. Tak vysvítlo, že naozaj sú v pravidelnom, nenáhodnom rytme, a to je rytmus Michalsko-Gabrielský. És akkor kiviláglott, hogy egyfajta ritmusban, nem véletlenszerű ritmusban, mely ritmusok ugye a Mihály és Gábrieli ritmusok. Teda si to nemohli vymýšľať iba ľubovoľne. Tehát ezt nem eszelhették ki tetszés szerint. A teraz v novoveku my už nehovoríme, že sa nám zjavil Michael alebo Gabriel. És mi az újkorban viszont már nem mondjuk, hogy megjelent nekünk Gábriel vagy Mihály. Ale toto tu dole, to sú všetky osobnosti z Encyklopédia Britannica. Ott lenne az összes személyiség jelen van az Encyklopédia Britannicából. Ktorí sú spočítaní podľa toho, či sú viac materialistického alebo idealistického typu. Annak alapján számláltattak meg, hogy inkább idealistikus vagy materialistikus típusok. Tie dáta to nerobím ja, to robili špičkoví vedci, ktorí nepoznajú, vôbec ma nepoznajú. Ezeket az adatokat nem én dolgoztam ki, hanem élvonalbeli tudósok, akik engem végképp nem is ismernek. Tehát ja som to nemohol nejako zmanipulovať. Tehát én ezt semmiképp sem manipulálhattam. A toto tu dole je ten istý rytmus. Je to každých 500 rokov a je to presne v tej istej fáze. És odaend ugyanazt a ritmust látjuk, amely minden 500 évenként megismétlődik, és ugyanezeket a fázisokat vehetjük észre. Čiže dnes rytmus Archaniela Michaela pokračuje ako rytmus idealizmu. Tehát ma napjainkban Mihály Archangyal ritmusa úgy folytatódik tovább, mint az idealizmus ritmusa. A rytmus Gabriela pokračuje ako rytmus materializmu alebo senzualizmu. És Gabriela ritmusa pedig úgy folytatódik, mint a materializmus vagy a senzualizmus ritmusa. Čiže niekdajší anjeli sa nám zjavili na myšlienkové prúdy, na izmy, zmenili sa na... Anjeli sa zmenili na izmy, čiže na myšlienkové prúdy. Tehát a hajdani valahai angyalok izmusokká változtak, és úgy jelennek ma meg nekünk, mint különböző szellemi áramlatok, tehát izmusok. Čiže nás intuitívne napadnú nejaké myšlienky a nevieme prečo, ale povieme, že to nebol anjel, ale že nás to proste len tak napadlo. Intuitívan eszünkbe jut valami, valamilyen gondolat, és azt mondjuk, hogy ez nem angyal műve volt, hanem egyszerűen csak felötlött bennünk valami. Ale na tých rytmoch vidno, že všetci tí starí bohovia v tom istom rytme pôsobia stále ďalej do dneška v politických hnutiach, vo filozofických prúdoch a v umeleckých štýloch. De a ritmusokban látjuk, hogy az összes hajdani isten ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy hat tovább a politikai áramlatokban, a filozófiai irányzatokban, a művészetekben. Poviem iný moment, aby ste mali takú celkovú predstavu. Egy más momentumot is megemlítek, hogy önöknek legyen valamilyen átfogó elképzelésük. Sú v tom tri roviny. Hovorilo sa, že tí istí, tých sedem síl duchovných, že pôsobí na troch časových rovinách. Itt három síkról van szó. Azt mondták, hogy ez a hét legfőbb szellemi erő három idősíkon fejti ki hatását. Poprvé, že tých sedem duchov akoby
inšpirovalo a sprevádzalo nás počas ľudskej biografie od narodenia do konca života. Először is tehát, mint hogyha az a hét szellem, az végig kísérni az életünket, a megszületéstől egészen a halálig. Pretože mesiac, akoby ten duch mesiaca vplýva najviac na malé deti. Például a hold szelleme leginkább a kisgyerekekre hat. Duch Saturna v starobe je dominantný. Az időskorban a Saturnus szelleme domináns. Venusa robí pubertu, keď je ten, proste ten mladiství zamilovaný čas. A Vénusz befolyásolja a kamaszkort, ugye, amikor az ifjúság, a szerelem ideje van. Mars a kríza stredného veku. A Mars a középkor válságát jelenti. Toto je napríklad Ptolemájovo delenie. Ez tehát például a ptolemájoszi felosztás. Opäť je to tak, my máme dnes vývojovú psychológiu. És ismét úgy van a dolog, hogy ma is például megvan a, van fejlődés lélektanunk. Kde sa skúma to, že pre každé životné obdobie je typická nejaká duševná akoby konštelácia duševných sklonov alebo... Ano. No. Že dominujú určité duševné vzorce alebo síly. Amikor is azt vizsgálják, hogy minden egyes életkorban, melyek a meghatározó lelki konstellációk, milyen lelki erők hatnak, milyen a lelki irányultság. Povedzme, že malé deti majú veľkú fantáziu. Mondjuk például, hogy a kisgyerekeknek nagy a képzelő erejük, fantáziájuk. A starý človek je konzervatívny. Az idős ember konzervatív. A zase je to tak, že vlastne tie, ten obsah je, bol popísaný už u toho, napríklad u toho Ptolemaja, len sa to vyjadrovalo tým, tou rečou astrológie. Tehát ismét ez a tartalom, ezt már leírta Ptolemaios, csak éppen az astrológia nyelvén mondták el. Teraz zaujímavé je, že tak ako to ide v ľudskom živote, v biografii, idú po sebe tie planety, Mesiac, Merkur, Venus a Slnko. Tehát érdekes az, hogy az ember élettörténetében egymást követik a bolygók, a Hold, a Vénusz, a Merkur, a Nap. Že v takom istom poradí idú tie kultúrne obdobia, len to trvá 500 rokov. Ugyanilyen sorrendben követik egymást a kultúra egyes korszakai, csak azok éppen 500-500 évig tartanak. A že vlastne môžete, vidíte, že ten obsah sa zhoduje tak, že môžete povedať, že toto je detské obdobie, to je starecké obdobie. Tehát láthatjuk, hogy van itt tartalmi megfelelés, és azt mondhatjuk, hogy igen, ez a gyerekkor időszaka, ez az öregkor vagy időskor időszaka. Povedzme, také barokko bolo, malo detské sily, povedzme, veľká obrazotvornosť. Például a barokkban a gyermeki erő volt jelen, nagy volt a képzelő erő, a fantázia. Ale obdobia absolutizmu sú také, ako keď človek je starý, že chce mať akoby istotu, dôraz na normy, na poslušnosť, na poriadok. De például az abszolutizmus időszakai azok olyanok, mint hogyha az időskornak felelnének meg, tehát amikor az ember bizonyosságokat akar, amikor a normákra, az engedelmességre helyeződik a hangsúly. A tretia rovina je časov, je vlastne vývoj prírody. És a harmadik sík tulajdonképpen a természetnek a fejlődése. V evolúcii celej Zeme, celej zemskej prírody boli geologické obdobia, ktoré trvajú 100 milióny rokov. A Föld fejlődésének egész történetében voltak földtörténeti, szó szerint geológiai korszakok, amelyek 100 és 100 millió évekig tartottak. A v každom tom období sa vyvíjali určité typy rastlín, zvierat a orgánov a určité typické veci. És mindegyik korban bizonyos típusú állatok fejlődtek ki, növények, szervek, különböző dolgok. Čiže každé to obdobie tiež má svoj nejaký charakter, ako keby geologického ducha času. Tehát mindegyik korszaknak megvan a maga jellege, mint hogyha az időnek volna egyfajta ilyen földtörténeti szelleme is. No, a
vysvitá, že vlastne my všetky tie tri roviny môžeme porozumieť pomocou tých istých pojmov. És az világlik ki, hogy mindhárom síkot megérthetjük ugyanazon fogalmak segítségével. A že vlastne tie duševné pravzory, čo sú v nás, majú sú vlastne korenia hlboko v dávnej minulosti Zeme. Tehát, hogy a bennünk élő lelki ősminták mélyen-mélyen a Föld őstörténetében gyökereznek. Napríklad taká puberta, to je obdobie, kedy sa prebudí sila cítenia, idealizmu, zalúbenosť. Bilo itt van a kamaszkor, amikor ugye fölébrednek, az erőre kapnak az érzések, amikor az ember szerelmes lesz, idealista. Hát s tým spojené, povedzme, že láska k kráse, hudbe, poézia a tak. Ezzel függ össze a zene, a költészet iránti szeretet. No, toto je v živote jednotlivca, je to zhruba to obdobie dospievania. Tehát az egyén életében nagyjából ez a felnőtté válás időszaka. No, ale v dejinách máme takéto obdobia, že každých 500 rokov je niečo ako kolektívna puberta. De a történelemben vannak olyan korszakok, amelyek olybá tűnnek, mint egyfajta kollektív pubertás kamaszkor. A to sú romantizmy. És ezek a romantizmusok. Romantizmus bol okolo 1800 posledný krát. Legutoljára az 1800-as év körül volt romantizmus, romantika. Ale bol aj v 13., aj v 8., aj v 3. storočí a tak ďalej. De volt a 13., a 8., a 3. évszázadban is, és így tovább vissza. A nakoniec zistíme, že v dejinách Zeme, v druhohorách. És így végül rájönk arra, hogy a földtörténeti másodkorban. Bolo také obdobie pred asi 200 miliónmi rokov. Ez nagyjából egy 200 millió évvel ezelőtti korszak volt. Tak tam bolo také obdobie, že keď to máte charakterizovať jedným slovom, tak musíte povedať, že bohyňa lásky sa stala duchom Zeme. Ott volt egy olyan korszak, amit, hogyha nagyon röviden akarnánk elmondani, azt mondhatnánk, hogy a szerelem istennője vált a Föld szellemévé. Bo vtedy začalo zrazu všetko, čo je krásne, nadšené, zalúbené, to všetko vtedy vzniklo, ako keby nejakým čarovným prútikom. Mert akkor, mint hogyha valaki varázsvesszővel suhintott volna, minden, ami gyönyörű, elragadó, szerelmes, az akkor megszületett. Čiže príroda zahrila farbami. A természet elkezdett színekben pompázni. Rastliny začali kvitnúť prvýkrát. A növények első ízben virágoztak ki. Zvieratá sa vyzdobili takými všetkými tými farebnými ozdobami. Az állatok felékesítették magukat különböző színes díszekkel. Čo je vlastne svadobný šat zvierat, keď sa dvoria pri párení, tak to súvisí s tým. Ami tulajdonképpen az állatok esküvői ruhája, és amikor ilyet viselnek, amikor a párosodás idején udvarolnak. Začalo sa spievať, pretože vznikli hlasivky, ale nie len ľudské hlasivky, ale množstvo tých línií vývojových u rôznych zvierat. És ekkor született meg az ének, az éneklés, mert kialakultak, megszülettek a hangszálok, és most nem csak az emberek vonatkozásában, tehát akkor az állatok is dalra keltek. Rozvinul sa emocionálny mozog, citové väzby a ďalšie veci. Kialakult az emocionális agy, az érzelmi agy, kialakultak az érzelmi kötődések, illetve más kapcsolódások. Čiže to je nejaká prásila, ktorá pôsobila už tak dávno, keď ešte človek tu vôbec nebol. Tehát ez voltak éppen egy olyan őserő, amely már akkor hatott, jelen volt, amikor az ember még egyáltalán nem volt itt. A odtiaľ sa to vracia aj u jednotlivca, alebo v tých kultúrnych romantizmoch. És onnan térez vissza az egyénekhez, illetve a kulturális romantikához, romantizmushoz. No takto je s pomocou tých rytmov a synchronicit
vlastne sa mi podarilo poprvé ukázať, že tých 7 pravzorov je niečo reálne. És így a ritmusok és az egyidejűségek révén sikerült bemutatnom, felmutatnom, hogy azok a ritmusok, azok reálisak. Že to je niečo všeludské, pretože szinkronne prežívajú niečo Japonci, Európania, Indiáni. És hogy ez összemberi, mert egyidejűleg szinkronban élnek meg valamit a japánok, az indiánok. Teda niečo nás vnútorne spája, nejaká spoločná ľudská podstata. Tehát valami belsőleg összeköt bennünket, valami közös emberi lényeg. No a tie, to, že sa ten pravzor vracia ako synchronne v rôznych civilizáciách a periodicky v rôznych časoch. És az, hogy ez az ősminta, ez szinkron módon egyidejűen visszatér különböző helyeken, illetve periodikusan különböző időszakokban. Tak to mi dovoluje vlastne ten pravzor spoznať v jeho čistej podobe, vyťahnuť to spoločné a oddeliť to náhodné, čo je nepodstatné. Ez lehetővé teszi számomra, hogy azt az ősmintát megismerje magad tiszta valójában, tiszta alakjában, és elválasszam, leválasszam mindentől, ami lényegtelen. No a tým sa snažím, ako keby niečo o čo sa snažil kedysi aj Platón, že chcel znovu objaviť tie platonské idei. És ezzel arra törekszem, amire valaha Platón törekedett, hogy meg akarta találni azokat a bizonyos ideákat. Spoznať tých 7 pravzorov, tak aby nám znova zažiarili ako takých 7 hviezd na nebi, ktoré nás môžu viesť a orientovať sa podľa nich. Hogy megismerjem azt a 7 ősmintát, amelyek ismét felragyoghatnak nekünk előttünk, mint csillagok az égen, amelyek alapján tájékozódhatunk. Ukazuje sa, že táto sedmica je pre duchovnú psychológiu akoby taká základná vec, ako v lingvistike je abeceda, alebo v chémii tá periodická sústava prvkov. És úgy tűnik, hogy az a hetes, ez egy olyan alapvető dolog, mint ahogy például a nyelvészetben alapvető az ABC, vagy például a kémiában alapvető a Mendelejev-féle periódusos elemrendszer. Négy tu položený ten plagát. Látok itt letéve egy plakátot. Áno. Viete ho, kde to je? Tam niekde? Ott van valahol? Poprosím vás, že van. Megkérném, hogyha föl lehetne mutatni. To som na nejakú konferenciu chceli, aby som na jeden plakát zhrnul moju prácu. Egy konferencián azt szerették volna, azt kérték tőlem, hogy egy plakáton foglaljam össze az egész munkásságomat. Ja by som teraz ešte prebehol tej pravej polovici, tam je takých 9 príkladov, akoby 9 takých typov javov, ktoré skúmam. És én most még végigfutnék azon, amit a jobb oldalán láthatunk. Ott van 9 olyan típus, avagy jelenség, amelyeket vizsgálok, kutatok. To budú také posledné príklady, na ktorých uvidíte, že o čom to je všetkom. És ezek lesznek az utolsó példák, amelyek révén önök majd láthatják, hogy mindez miről szól. Prvý jav, čo skúmam, je periodicita. Az első jelenség, melyet vizsgálok, az a periodicitás. Teda v dejinách čokoľvek jednoducho matematicky to spracujem, že či je tam nejaký pravidelný, nenáhodný návrat. Tehát bármiről is van szó például a történelemben, vizsgálom, hogy van-e ott valami, ami rendszeresen és nem véletlenszerűen visszatér. Toto napríklad je periodogram tých nájazdov kočovníkov z Ázie. Ez például az ázsiai nomádok támadásainak, hadjáratainak a periodogramja. Po 5000, vidíte tam,
to, čo trčí, to znamená, že je tam 500-ročná periodicita. Tehát ott fönn láthatják, hogy 500 évnyi periodicitás van jelen. Po 5000 rokov, každých 500 rokov sa akoby tie ázijské kočovné národy pohli a urobili nájazdy na tie usadlé kultúry. 5000 éven át mindig, mint hogyha 500 évenként mozgásba lendülnének ezek az ázsiai népek, és ilyen nomád hadjáratokat folytatnának más kultúrák ellen. Čiže posledný krát Mongoli, ale to boli predtým aj tí Húni a pred nimi až po Hyksosov a dávne národy. Tehát ugye legutóbb a mongolok voltak, előttük ott voltak a Hunok, még előttük a Hyksosok és még régebbi népek. No a starí Maďari prišli presne v tom rytme, v 9. storočí, ako jeden z tých, ako súčasť toho pravidelného. És a honfoglaló magyarok, szó szerinti fordításban a régi magyarok, ómagyarok, pontosan ebben a ritmusban jelentek itt meg. No a z toho hneď vidno, že Maďari majú niečo do činenia s anjelom Marsu. És ebből rögtön látható, hogy a magyaroknak a Mars angyalához van közük. A hneď nám to vysvetľuje aj maďarskú kuchyňu, že prečo sú csípős, paprika a také. És ez rögtön magyarázza nekünk a magyar konyhát is, hogy miért van benne például jelen a csípős paprika. Takže ako záľuba v tej ostrej chuti. Tehát a különböző ilyen erős, markáns ízeknek a kedvelése. Ezek olyan dolgok, hogy itt minden mindennel összefügg. Iný príklad je teda druhý najčastejší jav. Másik példa, a második leggyakoribb jelenség. Je synchronicita, teda keď sa niečo deje v rovnakom čase, ale na iných miestach. Ez a szinkronicitás, vagy egyidejűség, amikor ugyanazon időben, de más helyeken történnek ugyanazon dolgok. Tu vidíte oboje spolu, aj periodicitu, aj szinkronicitu. Itt a periodicitást és az egyidejűséget is együtt láthatják. Periodicita je v tom, že to je tvorivosť v dejepise, každých 500 rokov je akýsi vrchol dejepisnej tvorivosti. Itt azt látjuk, hogy mindig 500 évenként a kreativitás, az alkotóképesség egy-egy csúcsot ér el. To sú veľkí historici, ale tí modrí to sú na západe, rímsky, byzantský a tak. Itt ugye nagy történészeket látunk, és akiknek a neve kékbetűvel szerepel, azok nagy nyugati, bizánci és más történészek. A ti červení, to je ďaleký východ. A piros betűvel írtak a távol keletiek. A teraz vidíte, že to je vždy spolu, že to je vždy náraz. Proste, keď... És láthatják, hogy itt ez mindig együtt van, együtt következik be. Egyszerre. A sú to obdobia nie Marsu, ale Saturna, ktorý je inšpirátor práve toho, akoby, že darca tej sily spomínania a lásky k minulosti. És ez viszont nem a Mars hatását jelenti, hanem a Saturnusét. A Saturnusnak az ajándéka, a visszaemlékezés, az emlékezés képessége, a múlt szeretete. A prečo to tak je? Veď ten, tí dejepisci nemohli od seba navzájom odpisovať, lebo každý písal na inom konci sveta. Miért van ez így? Hiszen ezek a történetírók nem másolhatták le egymást. Mindegyikük a világ más-más helyén volt. Ďalší dôležitý moment je, no ja som to nazval, že kongruencia, to je taký. A következő fontos momentum a kongruencia. A tu konkrétne vidíte vlastne to žlté, to je tvorivosť vo filozofii. Itt azt látjuk sárga betűvel írt nevek esetében, az alkotóerőt, a kreativitást a filozófiában. To zelené, to sú všetky demokracie na svete.
A zöldek azok a földön létező demokráciák. No a vízfitázsa to ide vždy spolu. És az világlik ki, hogy a kettő mindig együtt halad. Respektívne je tam jemný posun, že v demokracii žijú iba synovia a vnúci tých ľudí, ktorí pestovali lásku k filozofii. Illetve van egy ilyen enyhe eltolódás, hogy a demokráciában mindig azok fiai és unokái élnek, akik a filozófiát szerették. A toto sú celé dejiny všetkých národov, to je celý svet. A nie, tak toto bolo. Tehát ez minden nemzetnek a története, az egész világon, így volt ez hajdan. Nijak inak to nebolo. És nem volt sehogy sem másképp. Csak ja bývam vedľa parlamentu a poslanci tvrdia, že budeme mať demokraciu a nemusíme vôbec pestovať schopnosť samostatne myslieť a filozofiu a tak. Én a parlament közelében lakom, már mint Pozsonyban, és a képviselők azt állítják, hogy egyáltalán nem kell valamiképpen a demokráciát művelnünk, illetve hogy demokráciánk lesz, és ehhez viszont egyáltalán nem kell az önálló gondolkodást művelnünk. To sa ale nikdy nestalo, ani sa to nestane. De ez sose következett be, és sose lesz így. Lebo keď si to premyslíte, proste demokracia predpokladá schopnosť samostatného myslenia, rozoznať pravdu od lží a tak ďalej. Mert hogyha valaki belegondol, akkor ugye a demokrácia feltételezi a gondolkodás képességét, az önálló gondolkodás képességét, annak képességét, hogy a hazugságot az igazságtól megkülönböztessük. Abo keď poviem ešte viac, všetky svetové demokracie od Gilgameša po dnes sa zhodujú s rytmom Archaniela Michaela. És hogyha erről még többet mondhatok, akkor hozzáteszem, hogy a történelem összes demokráciája Gilgameshtől egészen mindmáig Mihály Arkangyal időszakaival függ össze, korszakaival. Čo ktorý je vlastne nás obdaril schopnosťou myslieť a tým pádom je to anjel slobody? Ő ajándékozott meg bennünket ugyanis a gondolkodás képességével, és ezáltal ő a szabadság angyala. Je to anjel slnka? Ugyanúgy a nap angyala. A teda demokracia si vyžaduje, aby sme mali cnosti slnečných hrdinov. És a demokrácia azt követeli meg tőlünk, hogy a nap hőseinek az erényeivel bírjunk. To je celý zoznam cnosti a bez toho hneď je demokrácia iba zdanlivá. Ez erények egész jedzéke, sora, és nélkülök a demokrácia csak látszólagos. Ale na tomto som chcel ukázať takú vec, že v čom spočíva to striedanie tých duchov, tých epoch vlastne? Itt azt a dolgot akartam megmutatni, hogy miben is áll a szellemek, illetve az egyes korszakok váltakozása. To striedanie tých anielov vlastne je to, že sa zmení tá hlavná centrálna hodnota sa vymení za inú. Rebríček hodnot sa preskupí. Az angyalok váltakozása az egyúttal azt is jelenti, hogy megváltozik mindig az értékrend, hogy megváltoznak az alapvető legfőbb értékek. Niekedy sa na prvé miesto stavia rozum, inokedy cit, inokedy vôľa, inokedy predstavivosť a tak ďalej. Időnként az értelem, az ész kerül első helyre, más időszakban az érzelem, ismét más időszakban a képzelőerő, vagy pedig más időszakban a hősiesség. A ako náhle sa tá hodnota vymení, že sa dostane niečo iné na vrch, toho hodnotového rebríčka, tak sa odtiaľ pretvoria všetky podoblasti spoločnosti. És hogyha változik az értékrend, és valamilyen más-más érték kerül a legfőbb helyre, akkor ez annyit jelent, hogy mindig a társadalom különböző alrendszerei is megváltoznak. A dostanete určitý typ náboženstva, typ umenia, typ vedy, typ ústavu politickú a és kapunk akkor bizonyos más vallástípust, tudománytípust, művészettípust,
más-más alkotmánytípust. Ktoré si navzájom akoby zodpovedajú, že patria k sebe, to je tá kongruencia alebo tá zhoda. Amelyek minthogyha kölcsönösen megfelelnének egymásnak, minthogyha összetartoznának, ez az a bizonyos kongruencia. Napríklad, či v takom saturnskom období, keď na vrchu je taká hodnota ako poriadok, tak dostanete absolutistickú ústavu a každý to považuje za samozrejme najlepšie. Például a Saturnusi időszakban, amikor ugye a rend kerül első helyre, akkor abszolutisztikus alkotmányt kapunk, amelyet mindenki természetesnek tart. Všetko to, ja neviem, keď príde Venuša ako bohyňa lásky, je duchom času, tak máte kráľovné na trónoch, obrovský rozvoj poézie, hudobníkov najlepších, proste ľudia, zrazu sa tá tvorivosť obráti k určitým smerom. Amikor az idő szellemeként viszont Vénusz uralkodik, akkor királynők vannak a trónokon, királynők ülnek a trónokon, akkor fejlődik a művészet, a költészet, tehát akkor másfajta értékek érvényesülnek. Toto je taký jav, že sekvencia, to je akoby poradie tých pravzorov. Ez egy olyan jelenség, amelyet szekvenciának, de valójában az ős minták sorrendjének nevezünk. Lebo tí babylončania vlastne tvrdili, že sa tí anjeli striedajú v nejakom pevnom poradí, že po nejakom ide nejaký druhý, tretí, štvrtý. A babyloniak azt állították, hogy az angyalok egy szilárd rend szerint váltakoznak, tehát, hogy aki első, azt követi második, harmadik, negyedik, és így tovább. A skutočne také javy sú v dejinách, toto napríklad je skrížená korelácia medzi astronómiou a poéziou. És valóban vannak a történelemben ilyen jelenségek. Ez például egy kölcsönös megfelelés a költészet, a vedó? A poézió. Poézió, a vedó? Astronómia. Astronómia, áno, gyakorlatilag. Csak pontosítást kértem. A csillagászat és a költészet közötti kölcsönös megfelelés váltakozása, korrelációja. 200 rokov po veľkých astronómoch prichádzajú najväčší básnici. Tehát 200 évvel a nagy csillagászok után következnek a legnagyobb költők. Si to odrátajte v každej kultúre, aj medzi Keplerom a Goethem, ale aj v Indii, aj v Číne, aj v Arabii. Tehát, hogyha az ember ezeket kiszámolja, akkor látja, hogy Kepler után egy Goethe következett, de ez így volt Indiában is, így volt Kínában is. A prečo? Ale v tej starej angelológii to tam bolo, že oni to vypozorovali. Miért? Az angyalok régi tudományában ez viszont jelen volt, ők ezt megfigyelték. Toto je taký jav, že polarita, že oni v astrologii máte opozície, napríklad, že Merkur a Jupiter sú protikladné akoby vlastnosti. Itt tehát a polaritásokról van szó, az egyes sarkokról. Például az asztrológiában vannak különböző oppozíciók. A Merkur és a Jupiter is ilyen oppozícióban van egymással, mint hogyha szemben állnának. A toto sú celé dejiny matematiky, že kedy sa venovali viac, kedy mali radšej geometriu a kedy aritmetiku s algebrou. Ez például a matematika teljes története. Azt mutatják a görbék, hogy mikor, azt mutatja az ábra, hogy mikor foglalkoztak inkább geometriával, és mikor inkább aritmetikával és algebrával. A to je, to ako sa to skutočne udialo, to je rytmus Merkúra a Jupitera, ktorý raz jeden, raz druhý, každých 250 rokov vlastne prevládajú. És ez a Merkur és a Jupiter viszonyából fakadt, 250-250 évenként az egyik vagy a másik uralkodott. A to bola tá tradičná nápon tých anielov, povedzme Jupiter bol patronom geometrie sochárov, ktorí majú zmysel pre tvári. És ugye ez volt az angyalok létének az egyik tartalma, hogy Jupiter az például a geometriának volt a patrónusa, a szobrászoké, akik ugye a formákkal dolgoznak. Keď sa dnes na to pozrie nejaký neurovedec,
tak to prvé, čo udrie do oka, je, že evidentne sa zdá, že každých 250 rokov je aktivnejšia pravá a ľavá hemisféra striedavo. És hogyha ma ezt megnézi egy neurológus, akkor számára az látszik, hogy 250 évenként mindig vagy a bal, vagy a jobb agyfélteke a domináns. Celá geometria, priestorové vnímanie je v pravej pologuli mozgu, celá aritmetika, počty v ľavej a tak. Mert ugye a geometria, a tér érzékelése, a tér elképzelése az a bal agyféltekében van, a számolás tudománya az a jobban. Toto je sublimácia, to je dôležité pre akoby otázku slobody vo vzťahu k tým rytmom. Ez a sublimáció, amely a szabadsággal összefüggésben fontos, a szóban forgó ritmusok viszonylatában. Že vidno, že niečo nás periodicky ovplyvňuje. Tehát látható, hogy valami periodikusan befolyásol bennünket. Ale tí najlepší ľudia dokážu použiť tieto vnúknutia akoby toho kolektívneho nevedomia konštruktívne. De a legjobb emberek azok képesek kiaknázni a kollektív tudatalatti ösztönzéseit. Toto je rytmus tých romantických období. Ez például a romantika korszakainak a rytmusa. Môžem povedať, že tam ide o silu lásky. Mondhatjuk, hogy itt a szerelem erejéről van szó. Ktorá u väčšej časti ľudí padne iba do tej biologickej lásky. Amely az emberek nagy részében megreked a biológiai szerelemnél. Takže blúznia o bláznivej zamilovanosti a robia revolúcie, pretože to tiež patrí k puberte, neposlušnosť. Tehát az őrült, a tébolyult szerelemről képzelegnek, és forradalmakat robbantanak ki, mert ugye az is az engedetlenséghez tartozik. Ale časť tých síl, to je tá bledá rúžová, tak to sú tí ľudia, čo to premenia na poéziu, na hudbu, na nejakú umeleckú a inú tvorivosť. De az emberek egy másik része, akiket ugye a halványabb szín, a rózsaszín jelöl, azok ezt az erőt, tehát ugye a szerelmet, azok képesek átváltoztatni költészetté, zenévé, valamilyen alkotó tevékenységgé. A to záleží od nás, že čo s tou silou robíme. És tőlünk függ, hogy ezzel az erővel mit kezdünk. Platí, že keď mám duchovný ideál, tak viem zduchovniť tú duševnú silu. Érvényes az, hogyha van egyfajta szellemi ideálom, akkor szellemivé tudom változtatni azt a lelki erőt. A tým vlastne slobodne tvorím. Ezáltal szabadon alkotok. Ale ak nie, tak to padne do púdov. És hogyha nem, akkor az egész visszazuhan az ösztönök világába. Ktoré sú potom neslobodné a destruktívne väčšinou. Amelyek aztán híján vannak a szabadságnak, és általában destruktívak. A tu vidíte v tom poslednom romantizme, ktorý bol, tak je trochu menej tej sublimácie a je tam veľa toho púdového a tým pádom boli samé revolúcie, ktoré akože, ano, Európa bola celá v ohni, proste boli samé vzbúry všade. És láthatják a romantizmus, a romantika harmadik korszakánál, hogy ott kevesebb volt ez a bizonyos alkotóerő, és annál több volt a különböző forradalom, egész Európa lángokban állt. Toto je pekný gráf, čo dobre ilustruje, že či tam je nejaký vývoj, či sa to len opakuje stále rovnako, alebo je tam nejaký progres. Ez egy szép grafikon, amely azt ábrázolja, hogy csupán a dolgok mindig ismétlődnek-e, vagy pedig van-e valamilyen fejlődés, van-e valamilyen haladás. To sa už dávno hovorilo, že Isis
tá bohyňa, vlastne Venuša, že inšpirovala alchymistov? Már régóta, régen is mondták, hogy Ízis, illetve tulajdonképpen Vénusz, hogy ő volt az alchimisták ihletője. Naozaj tie dejiny alchymie majú ten rytmus, to je v strede tá červená farba. Ott középütt az a vörös vonal az mutatja, hogy az alchímia történetében is megvolt az a bizonyos ritmus. Lenže alchímia v tej podobe vznikla iba niekedy 500 pred Kristom a zanikla okolo roku 1600. De az alchímia legalábbis tiszta formájában csak nagyjából 500 évvel Krisztus előtt jött létre, és körülbelül 1600 táján szűnt meg. Na, čo bolo predtým a potom? No de mi volt előtte és utána? Zistíte, že predtým ten rytmus, to sú slávne čarodejnice? Láthatjuk, hogy korábban az a rytmus, az a híres varázslónőket mutatja. No čo vlastne tie čarodejnice robili? Oni miešali všetele tvary, bylinky. És tulajdonképpen mit csináltak ezek a varázslónők? Különböző gyógynövényeket kevertek, különböző gyógyító dolgokat? Prakticky boli chemičky. Gyakorlatilag vegyésznők voltak. Len celá to chápanie bolo iné toho, tá ideológia okolo toho, tie predstavy. Csak a dolog felfogása egészen más volt a hozzátapadó ideológia vagy az elképzelések sora. A potom, keď alchymia skončí, príde moderná veda a moderná chémia vznikne z okolo 1800 Lavoisier je otec chémie. És ugye, amikor az alchímia befejezte, akkor jön a korszerű vegytan kora, nagyjából 1800 körül születik meg a kémia, a modern kémia, Lavoisier volt a vegytan atya. A presne v tom ritme tých alchymistov a tých čarodejníc? És ugyanúgy az alchymisták és a varázslónők ritmusában. A ti chemici hovoria, my nemáme nič s tými alchymistami. A vegyészek azt mondják, hogy nekünk semmi közünk az alchymistákhoz. Ale tam je niečo, čo je oveľa hlbšie, čo majú s nimi spoločné. De ott van valami, ami sokkal mélyebben rejlik, és ami közös bennük. Že je tam určitá citová inšpirácia, ktorá sa potom nadobúda rôzne podoby, nakoniec teda máme podobu tej modernej vedy. Hogy ott jelen van egyfajta ilyen érzelmi inšpiráció, ami különböző alakváltozatokat ölt, amíg el nem jutunk a napjaink modern tudományáig. A zaujímavé sú tie individuálne biografie, povedzme Kekule ako zakladateľ organickej chémie. És itt érdekesek az egyéni életre azok, például Kekulé, mint a szerves kémia megalapítója. On raz sa díval do krbu, do pahrebia zaspával a zjavil sa mu Uroboros, ten starý symbol alchymistom. Ő egyszer éppen elalvóban volt, és nézte a kandallóban a tüzet, a parazsat, és Uroboros jelent meg számára a régi alchymisták egyfajta olyan védelmezője. Vtedy pochopil štruktúru benzénového jadra, čiže začiatok organickej chémie. És akkor értette meg a benzin magjának a struktúráját, illetve akkor fedezte fel a szerves kémiának a kezdőpontját. Čiže začína to opäť zjavením nejakého božstva, len my povieme, že to je iba, že to nie je božstvo, ale podvedomá činnosť mozgu. Tehát ismét egy Isten megjelenésével, egy Isten jelenésével kezdődik az egész, de mi persze nem azt mondjuk, hogy itt valamilyen Isten volt jelen, hanem hogy az agy tudatalatti működéséről van szó. Toto bolo pre mňa dôležité, lebo mňa v mladosti rozčulovalo, keď nás učili marxizmus a tvrdili, že všetká ľudská akoby duchovné myšlienky sú iba výsledok materiálneho základne. Ez számomra itt nagyon fontos volt, mert engem fiatal koromban dühített, amikor a marxizmus keretében azt tanították, hogy minden lelki dolog is csak valamiféle anyagi léten, anyagi világon alapul. Že hospodárske pomery vlastne určujú, čo si myslíme.
Ott tulajdonképpen a gazdasági viszonyok határozzák meg, hogy mit gondolok én. Tak preto som skúmal túto vec a vlastne tá, celá tá moja kniha ukazuje, že svet sú zhmotnené hodnoty. Azért tanulmányozta ezt a dolgot, és a könyvem egésze arra mutat rá, hogy a világ az tulajdonképpen az anyaggá lett értékekből, materializálódott értékekből áll. Všetko začína voľbou nejakej duchovnej hodnoty, nejakou orientáciou duchovnou. Minden valamilyen szellemi értéknek kiválasztásával, valamilyen szellemi orientációval kezdődik. A potom sa to akoby zhmotňuje a pravidelne to ide takýmto spôsobom. Tehát aztán, mintha ez valamiképpen anyaggá válna, anyagi formát öltene, és ilyen módon fejlődik. Toto je konkrétne malé saturnské obdobie okolo roku 1600. Ez konkrétan egy rövid saturnuszi időszak az 1600-as évtáján. Kedy vznikla mechanika a všetky tie stroje z ozubených koliesok a tak. Amikor megszületett a mechanika és kialakultak, megszülettek a különböző gépek, a fogaskerekek és így tovább. A potom sa hovorilo, že pod vplyvom tých strojov ľudia začali mechanicky myslieť. És ugye aztán azt mondták, hogy a gépek hatására az emberek elkezdtek mechanikusan gondolkodni. Ale pozrite, tá presná analýza ukazuje, ako to bolo. Na začiatku toho obdobia to začína tak, že je to náboženský impuls. Je to náboženské vnuknutie. De nézzék meg, hogy a valóságban hogy is volt ez. Ugye itt a kezdetén egyfajta ilyen a vallásból eredő impulzust látunk. Má to podobu náboženského fatalizmu. A vallási fatalizmus alakját öltötte. Ľudia ako Calvin zrazu sú presvedčení, majú vnuknutie, že Boh je determinista, že Boh má všetko predurčené mechanicky. És olyan emberek például, mint Calvin, egyszer csak arra a gondolatra jutnak, hogy az Isten az determinista, hogy voltak éppen mindent előre mechanikusan meghatározott. Napríklad, že to, či pôjdete po smrti do neba alebo do pekla, tak to Boh predurčil už pred vašim narodením to bolo. On to má napísané v nejakej knihe. Tehát az például, hogy halálunk után a mennybe vagy a pokolba jutunk-e, az voltaképpen már a születésünk előtt eldöntetett. Úgy képzelték, hogy minthogyha az Úristennek ez már valahol le volna írva, hogy ki hova jut majd. A čokoľvek budete robiť, to všetko bolo nemenne predurčené. És bármit is fogunk tenni, teszünk majd, minden megváltoztathatatlanul, előre meg volt határozva. Tak predstavte si takúto náladu životnú. Tehát képzeljenek el egy ilyen beállítottságot az életben, egy ilyen hangulatot. Potom z náboženstva to teraz a tá nálada medzi tými teológmi bola taká, že všetci sa hádali, ale všetci sa zhodovali, že je tu určite to predurčenie a hádali sa len o detaily, že ako presne sa to odohráva. És ugye a teológusok körében is olyan légkör uralkodott, hogy voltak éppen mindannyian veszekedtek egymással, de egy valamiben egyetértettek, hogy igenis létezik ez a determinizmus, létezik ez a meghatározottság, és csupán a különböző részleteken vitatkoztak. Čiže najprv je to náboženský impuls, to je akoby intuícia duchovno-vôľová. Tehát el kezdetben volt a vallási impulzus, tulajdonképpen egyfajta lelki és akarati indítatás. Potom to prejde do cítenia a umelci vytvoria nejaký štýl. Aztán ez behatol, bejut az érzelmekbe, és akkor a művészek kialakítanak valamilyen stílust. V tomto prípade to je ten dramatický temnosvit, také tie nocturná, ako kreslil Delatour a Caravaggio. Ez tehát az a drámai félhomály, azok a nocturnök, azok az átmenetek a fény és az árnyék a sötétség között, mint például, amit Caravaggiónál látunk. Potom vznikne ten prúd, prejde do filozofie, či do myslenia, a ľudia ako Descartes, Spinoza začnú dokazovať, že sme predurčení a nemáme slobodnú vôľu.
Aztán ez átjut, érvényre jut a bölcseletben, a filozófiában, és olyan emberek, mint Descartes vagy Spinoza kezdik bizonygatni, hogy igenis az életünk az meghatározott, hogy az embernek nincs szabad akarata. Potom z toho vznikne veda, že Galilei a Newton založia mechaniku. Aztán ebből tudomány születik, és Galilei és Newton megalakít, létrehozzák, megalapozzák a mechanikát. A nakoniec sa vyrobia tie stroje? És végül elkészítik azokat a gépeket. A zrazu máme párny stroj, hodinky a všetko z tých ozúbených koliečok, kde a hriadielov a kladiek, kde všetko sa nevyhnutne mechanicky predurčene pohybuje. És így egyszer csak van gőzgépünk, van óránk, vannak különböző szerkezeteink, fogaskerekekkel, emeltyűkkel, tengelyekkel, minden meghatározott rend szerint mechanikusan működik. Csíze, v tej mojej práci párny stroj je zhmotnením Calvinovho fatalizmu. Tehát az én munkámban a gőzgép az Calvin fatalizmusának a megtestesülése, anyagi formája. Elektrická batéria, vieme, ako vzniká, že máte tam dať meď a železo a tak. Tehát ugye tudjuk jól, hogy a villamosságban hogyan jön létre az elem, hogy kell hozzá réz, vas és így tovább. Ale z hľadiska angelológie ma zaujíma niečo iné, to duševné za tým. De az angelológia az angyalokkal foglalkozó tudomány szempontjából engem más érdekel, a mögötte rejlő lelki jelenség. Že totiž elektrická batéria vznikla z nešťastnej lásky. Tehát, hogy például egy ilyen elem, az a szerencsétlen szerelemből született. To bol totiž dôvod, prečo Volta to začal skúmať a takto to objavil. Ez volt ugyanis az oka annak, hogy Volta miért kezdte az elektromosságot vizsgálni, és hogyan jutott el a felfedezéséig. Mám aj taký pekný graf, kde sú všetci svetci s nejakým zdrojom svetla, sviečku, lampáž. Áno. Van egy szép grafikonom is, amely a szenteket, az összes szentet ábrázolja, hogy mindegyikük valamilyen fényforrást, egy gyertyát, lámpát vagy más tart a kezében. Idú pekne v ritme anjela szonka. A napangyalának ritmus, napangyalának a ritmusát követik szépen. A nakoniec pri poslednom návrate sa namiesto nich objaví Edison so žiarovkou. És a legutolsó visszatérésnél a helyükben Edison jelenik meg a villanyégővel. To vyzerá smiešne, ale to naozaj súvisí, lebo vlastne za tými nápadmi aj tých vynálezcov je vlastne niečo, čo sa im snívalo, proste tá tvorivá inšpirácia. Ez nevetségesnek tűnhet, de az összes ötletük mögött, találmányuk mögött valami olyasmi áll, amit megálmodtak, ami egyfajta ilyen inspiráció eredményeként született. A toto bude posledný príklad. Ako rozoznáme takto. Ez lesz tehát az utolsó példa, hogy hogyan különböztetjük meg. Toto je okolo 1809, ale sú to najlepší filozofi, vidíte, tam je filozofia, literatúra, hudba, ešte tam mám aj matematiku v nejakom inom grafe. A zistíte, že okolo roku 1800 najlepší hudobník, básnik, filozof, matematik, boli všetci Nemci. Ez az így nagyjából az 1809-es év körüli állapotot mutatja. Nekem egy másik grafikonon matematikusok is szerepelnek, már mint nálam. És ugye azt látjuk ebből, hogy az 1800-as év táján a legjobb költők, legjobb zeneszerzők, legjobb filozófusok, és ugyanez a matematikusokról is elmondható, hogy németek voltak. Takto rozoznáme ducha času od ducha národa. És így különböztetjük meg az idő szellemét a nemzet szellemétől. Duch času inspiruje iba jednu oblasť, povedzme poéziu, ale cez všetky národy v jednom období.
hogy az idő szelleme csupán egy területre hat ösztönzően, mondjuk a költészetre, de minden nemzetnél. Ale duch národa robí to, že inšpiruje iba v jednom národe, ale vo všetkých možných oblastiach. De a nemzet szelleme viszont azt teszi, hogy csak egyetlen nemzeten belül inspiratív erő, de minden területen. Rudolf Steiner o tomto povedal, že v tom čase Goetheho sa vtelil nemecký duch národa. És Rudolf Steiner erről azt mondta, hogy Goethe időszakában voltak éppen ez a szellem a nemzetben öltött testet. Neviem, ale kedy sa vtelil maďarský duch národa. De nem tudom, hogy a magyar nemzet szelleme mikor öltött itt testet, hogy találnánk egy ilyen korszakot. A slovenský sa ešte nevtelil vôbec. De a szlovák szellem még egyáltalán nem öltött testet. Takže toto je také z každého rožku trošku, ako by ste mali nejakú predstavu. Tehát itt tulajdonképpen mindenből egy kicsikét bemutattam, hogy önöknek legyen valamilyen elképzelés. Zaujímavé sú tie detaily, tá presnosť potom. Érdekesek aztán azok a részletek, a pontosság. Lenže každé dejiny filozofie, dejiny fyziky, dejiny všetkých možných umení a vied, tak to mám vždy kapitolu na 50 až 100 strán v knihe. De minden történet, mindennek a története, a bölcseleti, a fizikai, a művészeti, az nálam a könyvekben mindig külön fejezetekben van jelen. Zajtra ale poviem podrobne, poviem tému zajtreška. És megmondom, mi lesz a holnap témája. Budem ukazovať, že ako týchto 7 duševných jakoby síl. Azt fogom megmutatni, hogy ez a 7 szellemi erő. Alebo 7 talentov, alebo 7 tých právzorov vnútorných. Ez a 7-féle tehetség, vagy 7-féle belső ősminta. Ako sa prejavujú v architektonických stíloch? Hogyan nyilvánulnak meg az egyes építészeti stílusokban? Ale ako ten architektonický štýl súvisí s celou kultúrnou epochou, s duševným typom osobnosti a s tvárom orgánov ľudského tela? És azt, hogy az az bizonyos építészeti korszak, illetve stílus, hogyan függ össze például az ember különböző szerveivel, hogyan függ össze magával, a kultúrával, a történelemmel. A že každá tá veľká, taky tie veľké architektonické štíly, všetky vznikli tak, hogy minden nagy építészeti stílus úgy jött létre, že sú odvodené od tvárov tých telesných orgánov, a testünk azon szerveinek a formájából alakulnak ki, azokra vezethetők vissza, v ktorých žije tá duševnosť, ktorá je v tej kultúrnej epoche dominantná. Melyben, mely szervben az a lelkület, lelkiség él, amely az adott korszakban domináns. Čiže začnem napríklad tým, že keď v osvietenstve je na prvom mieste rozum. Például azzal kezdem majd, hogy amikor a felvilágosodás idején az első helyen az ész állt. Tak všetko bude dvojstranne symetrické, lebo to je vlastne intuitívne napodobenie centrálnej nervovej sústavy, kde to tak je. Akkor minden szimmetrikusan lesz kétoldali, mert az egész a központi idegrendszert utánozza, követi, ahol minden így van elrendezve. Teda aj architektúra, ktorá sa zdá, že vôbec nie je organická, ako novoklasicizmus. És az olyan építészet is, amelyről úgy tűnik, azt hihetnénk, hogy nem szerves, mint például a neoklasicizmus. Je v skutočnosti odvodený z orgánov. Valójában az egyes szervek alapján képződik. A nie je to domnenka, lebo cez tú statisztiku tých rytmov sa to dá dokázať. És ez nem feltételezés, mert a ritmusok statisztikája alapján a dolog bebizonyítható. Takže teraz ďakujem za pozornosť, urobme prestávku. Úgyhogy most köszönöm a figyelmet és tartsunk szünetet. Tehát, hogyha vannak kérdések, akkor még folytathatjuk azokkal. Készítette olyan ábrát, köszönöm. Ami...
Tak pripravila by profil taký obraz, azt mutatja, ktorý ukazuje na základe tých rytmov, že v období rokov 2020-2030, čak még közben párhuzamosan beszéltem én is, mi dominál 2020 és 30 között? A különböző ritmusok, amiket meghatározott, azból... Tehát, aké dominujúce rytmy budú v tejto dekáde od 2020-2030? Toto môžeme ešte rozsvietiť? Ezt még beüzemelhetjük a vetítőt? Köszi ešte k tomu Jupiterovi. De hogyha megengedik, két szép dolgot még megemlítenék Jupiter kapcsán. Amiket volt v tom reneszánci, to bola éra zámorských objavov, ľudia. A reneszánsz ugye az egyúttal a tengeren túli felfedezések kora is volt. Ugye objavovali Ameriku a neznáme kontinenty. Az emberek felfedezték Amerikát, ismeretlen földrészeket. No a čo dnes, keď už celá zem, už ju poznáme? No de mi legyen ma, amikor már az egész földgolyót ismerjük? Medziplanetárne lety. My sme začali posielať sondy pod všetkých planet, pod všetkých planetách. Eljött a bolygóközi repülések korszaka, és mi szondákat küldtünk ki a legkülönbözőbb bolygók felé. Objavujeme nové svety. Új világokat fedezünk fel. Tehát ez egy analógia. Alebo v tom jupiterskom ritme chodili vždy pitagoreizmus. Tehát ugye a jupiteri ritmusban jelen volt a pitagoreizmus. A pitagorejci verili, že všetko je že v tú hudbu sfér, že vlastne kozmos je hudba, že to sú všetko vibrácie. Csak pitagoreusok hitték, hogy minden ott van a szférák zenéjében, hogy voltak éppen az egész világ űr, az egy zene. A 20. storočí zrazu, keď chcú vysvetliť vôbec kozmos a jeho vznik, tak vznikla teória superstrún. És ugye 20. században, amikor akarják magyarázni a világűr keletkezését, akkor jött a szuperhúrok elmélete. Čo je ako keby pitagorejská inšpirácia, že vlastne v subatomovej štruktúre hmoty sú samé ako keby hudobné vibrácie. Tehát akkor ismét fölbukkant ez a pitagoreánus ösztönzés, inspiráció, hogy minthogyha az atomnak a részecskéiben valamiféle vibrálások volnának jelen. Pritom nevieme určite, ako to je, ale toto sú tie intuitívne vnuknutia, ktoré aj na pozadí vedy potom vedú vedcov k tomu, aby sa dívali nejakým spôsobom na veci. Nem tudjuk pontosan, hogy van ez, de ezek azok az ösztönös megérzések, intuitív késztetések, amelyek aztán a tudósokat is arra késztetik, hogy valamilyen irányban elgondolkodjanak. No teraz, že viac o Michaelovi. Most tehát, hogy akkor valami többek Mihályról. Mám školu angelológie, kde takú víkendovú a tam potrebujem na jedného archaniela 3 dní. Van egy hétvégi angyaltudományi iskolám, ahol egy-egy arkangyalra nagyjából 3 napot kell rászánni. Že dá sa to aj tak rýchlo, ale je to strašne... Persze, röviden is. Že len tak máličko, ako tak, pani ukazuje. Ja keď to hovorím, tak začnem tým, že vlastne ten Michael je anjel slnka a všetci bohovia slnka majú niečo spoločné. Tehát azzal kezdhetném, hogy Mihály a nap angyala, és minden napisten és közte van valami, minden napistenben és benne van valami közös. A popredie je ten zápas svetla a tmy, pravdy a lži, ako on premáha draka alebo diabla. Tehát itt a sötétség és a fény, a hazugság és az igazság küzdelméről van szó, amit mutat az is, ahogy ő legyőzi például a sárkányt. Bytosti slnka nám darovali to, čo je špecificky ľudské, čím sa človek liší od zvierat. A nap lényei ajándékoztak meg bennünket azzal, ami sajátságosan emberi, és ami megkülönböztet bennünket az állatoktól. Čiže to, že sme sa seba uvedomili, vzpriamili sme sa, sme schopní seba uvedomenia, teda vlastne
to súvisí s tým, že sme schopní slobodne myslieť. Tehát az, hogy öntudatra ébredtünk, hogy fölegyenesedtünk, az, hogy képesek vagyunk öntudatra ébredni, az azt jelenti, hogy tudunk szabadon gondolkodni. A pomocou toho svetla myslenia čeliť tomu drakovi púdov. És a gondolkodás fényének a segítségével szembe tudunk szállni az ösztönök sárkányával. A udržovať rovnováhu všetkých duševných síl. És meg tudjuk tartani az összes lelki erő egyensúlyát. To je druhý obraz, že Michail má v ruke váhy. Tehát ugye ez az a második kép, hogy Mihálynak az egyik kezében mérleg van. A až keď sa takto prebudíme k tomu, že začneme mať duchovnú aktivitu k takej sebevláde, že vezmeme do rúk tú zodpovednosť za naše, akoby tú harmóniu a poriadok v duši. Tehát így ráébredünk arra, hogy valamiféle szellemi önuralmat gyakoroljunk, hogy elérjük azt, hogy a lelkünkben egyfajta rend legyen, egyensúly legyen. Tak až tým sa vlastne zrodí akoby tá skutočná, slobodná, mravne zodpovedná individualita. És csak ezáltal születik meg az a valóságos, felelősségteljes, erkölcsi felelősséget viselő individualitás. Ktorá vôbec je schopná rozoznať pravdu od nepravdy, má tú silu k dobru, na rozdiel od zla, zvíťaziť akoby v sebe a potom vôbec je schopná byť nejak mravne zodpovedná za to, že neubližuje druhým. Alebo tak. Tehát az ember csak így képes megkülönböztetni egymástól a hazugságot és az igazságot, hogy mozgósítani tudja magában azt a jót, miáltal le tudja győzni majd a rosszat, és hogy erkölcsi felelősséget tudjon viselni, hogy tudjon úgy cselekedni, hogy ne kövesse el a rosszat. A tento dej akoby toho duchovného víťazstva nad sebou samým a prebudenia sa z tých psychických automatizmov. És annak történése, hogy az ember ugye így lelki értelemben győz önmaga fölött, hogy leküzdi a különböző pszichikai automatizmusokat. Tak o tom sú všetky tie príbehy o tých slnečných hrdinoch. Erről szól a nap valamennyi hősének a története. Čiže aj tých slnečných. Elnézést, kócs más tíz kártó. Veď Aťka má druhý kócs. Len kártu má. Môže kártu, veď kártu. S tým sa nedostane do nikoho. Ani nič neberie. Akože neberie. Telefonuje, nemôže sa dostať. Len ty máš kľúč, kartu. Nie, on má kartu. A s kartou sa nedostane. S kartou sa otvoria dvere. Veď som to skúšal. Tak nech jej to otvorí tá rapička, tam tá... Nie, tam nikto, nebiehajú. Ja ti prinesiem naspäť. V aute mám kľúč, vieš, kde? Tam nedajú. V pravých predných dverách, v tom príčinku je kľúč. Tam nedajú, to bol tak. Takže toto som mal... Ja som tých slnečných hrdinov z celého sveta počítal. Én számba vettem a nap hőseit az egész világon. Jó, ich teraz mám. Megvannak. To je asi 144 takých najznámejších osobností, ktorí boli buď takí tí klasickí hrdinovia, alebo slneční zasvetenci, alebo slneční králi, ktorí... Tehát 144 legismertebb személyiség, akik a nap hősei voltak, vagy nap királyok voltak, vagy a nap beavatottjai.
Tá šedá krivka, to je teoretický rytmus Michaela. Az a szürke görbe, az elméletileg Mihály ritmusa. Na tá červená, to je počet tých osôb. Az a piros pedig a személyes számát mutatja. Sú buď historické, alebo nejaké pololegendárne aj. Ezek vagy történelmi személyek, vagy félig legendás személyiségek. No, to sa zhoduje s Michalským ritmom a my sme v takom období, kedy máme byť slneční hrdinovia. Tehát, mint látják, ez megegyezik a Mihály ritmussal, és mi olyan korszakban vagyunk, amikor nekünk kellene a nap hőseivé válnunk. Ale máme démona Slnka. De itt van a nap démona. Ktorý robí iba to, že on vždy hovorí presný opak toho, čo je úloha, ktorú tá Michalská úloha. Aki mindig pontosan az ellenkezőjét mondja annak, ami a Mihály feladat volna. Že pravda neexistuje. Tehát olyanokat, hogy az igazság nem létezik. A dobro a zlo je relatívne. A jó és a rossz relatív. Nič nie je vyššie a nižšie. Semmi sincs fejjebb, lejjebb. O nič sa nesnažte. Ne törekedjetek semmire. Áno? Že nesnažte sa vnútorne nejako pozdvihnúť, nasledujte inštinkty. Tehát ne törekedjetek önmagatok valamiféle tökéletesítésére, kövessétek az ösztönöket. Všetky tieto nezmysly, ktoré tvoria teraz takú tú postmodernú filozofiu, takú, ktorá práve, keď to zhrniete, tak ona je presne zameraná na rozklad toho, čo je to Michalské jádro človeka. Tehát az összes értelmetlenséget mondja, ami tulajdonképpen a postmodern filozófia, vagy annak a része, és ő tulajdonképpen mindannak a felbomlasztására törekszik, ami az emberben jó. Úgyhogy mi namiesto toho, aby sme to uskutočňovali, máme všelijakých, chodíme do kina na takých hrdinov ako Superman, ktorý čerpá silu zo slnka a vlastne je to akoby komiksový slnečný hrdina. Tehát mi helyett, hogy cselekednénk a jót, moziba járunk, és ott a hősöket nézünk meg, mint a Superman, aki szintén a napból meríti az erejét. No, ale teraz to, ten Michael potom, ja v knižke, teraz mi vychádza tretí diel knihy. És Mihályhoz visszatérve, a könyvem harmadik kötete most van megjelenőben. Ten celý o Michaelovi. Az egész Mihályról szól. Tam idem tak do radu, že o Michalský kút, kedy boli slnečné kúty, rozkvety. És ott például írok a Mihályhoz kapcsolódó kultuszról, hogy a kultuszának mikor voltak a virágkorai. Tí rôzni hrdinovia, ale aj svetci, taky s tými slnečnými cnosťami. Tehát a hősökről is szó van, illetve szentekről is, akiknek az erényei a naphoz kapcsolódnak. Aj tí králi. Királyok is. Ten typ tých kráľov. Tehát a királyok egy bizonyos típusa. Potom no proste prejdem celé premeny, umení. Tehát végig veszem az összes átváltozást például a művészetben. Vo filozofii vlastne Michalský ritmus je ritmus idealizmu. A bölcseletben, mert a Mihály ritmus az az idealizmus ritmusa. To sa volalo zlatá reťaz, že v každom Michalskom období sa vracajú sa akoby, že nadväzujú na seba tí mudrci. Tehát itt tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy aranylánc, minden Mihályi korszakban a filozófusok egymáshoz kapcsolódnak. A znova ožije to učenie o vznešenosti a nesmrteľnosti ľudského ducha. És ismét életre kell az emberi szellem halhatatlanságáról és fennköltségéről szóló tanítás. Ktorý sa dokáže povzniesť nad smyslovú prirodzenosť. Mely szellem képes az érzékek természete fölé kerekedni. Teraz premenný vied, napríklad celý ten prelom od tej klasickej prírodovedy ku kvantovo-relativistickej fyzike. Vagy a tudományok változása is jelen van itt, tehát a klasszikus természettudományok változásai egészen a kvantummechanikáig, a kvantumfizikáig. To presne súvisí s tým, že anjel mesiaca skončil a prišiel anjel slnka. Ez pontosan összefügg azzal, hogy a hold angyalának az ideje véget ért,
és eljött a nap angyala. No, pretože celá tá stará fyzika bola materialistická a táto nová, to všetko boli sami idealisti, tí noví fyzici. Tehát az egész régi fizika materialistikus volt, viszont az új fizika, az ennek a fizikának a képviselői, a fizikusok, azok mind idealisták voltak. V podstate došli k tomu, že podstata vesmíru nie je atom, ale myšlienka. És lényegében arra jutottak, hogy a világűr lényege az nem az atom, hanem a gondolat. A to nie sú nejaké, že nejaké mlisté analogie. Akože, ešte nem valamien ködös analógia. Ja mám podrobnú kapitolu o tom, kde napríklad zoberiete Akvinského pojednanie o nelokálnosti anielov zo sumy teológie. És nekem például a könyvemben van egy fejezetem arról, amely Akvinói Szent Tamásnak a Summa Teológie című művéhez kapcsolódik. Ugye oni diskutovali podrobne, že aký má vzťah aniel k času a priestoru, ako sa pohybuje a či sa pohybuje v čase a či môže byť naraz na viac miestach a tak ďalej. Ott többek között arról van szó, hogy hogyan jelenik meg az angyal az időben és a térben, hogy jelen lehet-e egyidejűleg több különböző helyen és így tovább. A potom, to bolo predchádzajúce Michalské obdobie, potom zoberiete debaty kvantových fyzikov. Ez volt tehát az előző Mihályi korszak, és hogyha vesszük a kvantumfizika képviselőinek a eszmecseréit, vitáit. Iba vymeníte slovo anjel za slovo foton. És hogyha az angyal szót felcseréljük a foton szóra. A môžete to celé nechať bez ozmeny. Az egészet változtatás nélkül hagyhatjuk. Rovnaká myšlienková akoby štruktúra, ste to vnúknutie. Ugyanaz a gondolati szerkezet, ugyanaz az ösztönzés. Teraz krásne sú premena umenia pod vplyvom Michaela. Napríklad. Vagy például gyönyörűen látni a művészet változását Mihály időskorszakában. Takže tam je tendencia k tomu zduchovneniu, čiže napríklad ten prechod od naturalizmu k abstrakcii, to je proste príchod Michalského obdobia. Ott mindig jelen van a tendencia, hogy az anyagi a szellemivé változzon, például így követi a naturalizmust az abstrakció. Alebo také konkrétne... také konkrétne veci ako zlaté pozadie v malbe, to je ako keby signatúra toho ducha doby. Zlato v pozadí, zlaté svetlo. Vagy például egy ilyen konkrét dolog a festményeken az aranynal festett háttér, ami ugye szintén bizonyos értelemben a kort fejezi ki. Arany évszázadok volt olvasható egy pillanatra. Tu vidíte taký graf. Itt egy grafikont látnak. To žlté je zlato, aurý pigment, čo je bola jediná zlatá farba na platnách, v galériách. Tehát a sárga az az arany szín, az arany mint festék a galériákban látható vásznakon. Aurý pigment. Okolo 1300 boli všetky tie gotické malby na tom zlate. Tehát 1300 körül az összes gótikus festmény az tartalmazta ez aranyot, ott volt az arany. Potom to odíde, ale vráti sa to znova s Michaelom okolo 1900. Aztán ez elmúlik, de Mihályjal ugyanez visszatér 1900 körül. Ako keby tí maliári vedeli, že je tu Michael, vyťahnite znova zlatú farbu. Mint hogyha a festők tudták volna, hogy hiszen itt van Mihály, vegyük elő az aranyfestéket. A to červené, ale to je medicína, to je využitie zlata v medicíne. És az a piros, az viszont az orvostudomány, az arany kiaknázása az orvostudományban. V Michalskom období sa lekárom sú presvedčení, že môžu liečiť zlatom. A Mihályi korszakban az orvosoknak meggyőződésük, hogy arannyal is gyógyíthatnak. Kovom szonka. A nap fémével. A najlepší lekári, ako Koch a tak ďalej. Legjobb orvosok, mint Koch, és így tovább. A aj sa mýlia. És tévednek is. Pravda, ez nem igaz. Ale toľko skúmajú, až prídu na to, že čo sa naozaj dá zlatom liečiť. De addig kutatgatnak,
amíg rá nem jönnek arra, hogy mi az, amit arannyal tényleg gyógyítani lehet. A to, čo tu ešte nie je, és ami még nincs itt. To nevedel, ako by urobiť krivku. Mert nem tudtam egy ilyen görbét kialakítani. To, čo sa stalo, je, že zlato sa stalo menovým štandardom. Az, ami megtörtént, hogy az arany az tulajdonképpen a valuták standardja lett. Aj v Európe okolo 1300? Európában is 1300 táján. Zrazu sa začalo platiť florenmi, dukátmi. Elkezdtek florénusokkal fizetni, dukátokkal. A potom sa platilo striebrom 500 rokov. Aztán 500 éven át ezüsttel fizettek. Lebo bolo obdobie Gabriela, to je aniho mesiaca, ako v mesiaca je striebro. Mert Gabriel korszaka volt, és ugye ez a Gabriel holdangyala és a holdnak a féme, az az ezüst. Až okolo 1900 celý svet prešiel zase na zlatý štandard. 1900 körül az egész világ viszont áttért, vagy visszatért az aranyhoz, mint standardhez. A koncom 19. storočia bola hlavná politická téma v Amerike, že sa bili, že či sa bude striebrom alebo zlatom platiť. És a 19. század végén Amerikában az volt a fő politikai téma, amiatt szó szerinti fordításban verekedtek, hogy arannyal vagy ezüsttel fizetnek-e majd az összel fizetőeszköz. A tí zástancovia zlata zvíťazili nad tými striebornými. Tehát az aranyhívei győztek az ezüst hívei fölött. Ako keby sa znovu zrodili úctievači slnka a mesiaca. Mint hogyha ismét megszülettek volna a nap és a hold hívei, tisztelői. Ale už o tom nevedeli. De már nem tudtak róla. Nem tudták, hogy mit tesznek. Takže môžete vlastne povedať, že okolo 1300 a okolo 1900, že to sú proste zlaté storočia, že tam proste do všetkého išla tá Michaelská kvalita. Tehát azt mondhatjuk az 1300, illetve 1900-hoz kapcsolódó évszázadokról, hogy ezek az arany évszázadai, hogy mindenütt a Mihályhoz kapcsolódó kvalitás jelent meg. A čo tam ešte mám k tomu Michaelo? No proste všetky, celú kultúru. Tehát ott vannak még a könyvben, illetve a fejezetekben a Mihályhoz kapcsolódó kulturális jelenségek. No aj dejiny matematiky. Matematika története is. Neviem, dokonca aj dejiny zbraní. Sőt, a fegyverek története is. Tí slneční bohovia majú v ruke lúk alebo kopiu. A napisteneinek nyíl vagy lándzsa van a kezében. No, väčšinou, pretože to je ako, ako slnečný lúč. Mert ugye mind a kettő a napsugárra emlékeztet. No a zistíte, že v určitých obdobiach, a že sú to práve tieto obdobia, nejak sa to stalo to, že najdôležitejšie boli kopie a lúky. És ugye akkor az ember rájön, hogy bizonyos korszakokban és pont ezekben a legfontosabbak a nyilak, illetve a lándzsák voltak. Čiže to sú také úplne pekné a fascinujúce záhady, že je to možné, že oni ľudia bojovali zbraňami tých slnečných bohov v tých obdobiach. Prečo? Ezek ilyen szép és lenyűgöző felfedezések, megállapítások, hogy azokban a korszakokban az emberek a nap isteneinek fegyvereivel küzdöttek? És miért? To opäť, to je tak, že ten historici vojenstva si to sami všimli, hoci oni nechápu, nevedia nič o tých rytmoch anielov. Ez egy olyan dolog, amire a hadtörténészek maguk is rájöttek, bár ők a mihályi ritmusokról nem tudnak semmit. Ale zistili, že keď sú demokracie, takže sa bojovalo, že falanga, čo je vlastne útvar samých kopijníkov, takže to je tá najtypickejšia vojenská jednotka pre demokratický štát. Spíle a demokratikus államokban a katonák, a harcosok falangszokban harcoltak, dárdákkal fölfegyverezve, tehát a dárdások falangsza az a demokratikus államnak egy ilyen tipikus katonai alakulata volt. Rozmýšľam, že to nejak to musí súvisieť, ale
Tehát valamiképpen itt kell, hogy legyen egy összefüggés. A podobne alebo aj lúk okolo 1300 bol lúk super dôležitý. Vlastne s lúkom všetko, čo vtedy dobili, či to boli tí Mongoli alebo aj Angličania, skoro dobili Franciu s lúkmi. Tehát a nyílés az íj esetében is ugyanez volt, 1300 körül ugye gondolhatunk itt a mongolokra, vagy pedig Anglia meghódítóira. A potom príde tá meta premena, že v 20. storočí sme znova v takom období a teraz nebudeme snáď bojovať kopiami a lukmi. Aztán jön a változás, hogy a 20. században ismét hasonló korszakban vagyunk, de talán nem fogunk már nyilakkal és lándzsákkal harcolni. Tak čo je kopia a lúk 20. storočia? A 20. századnak akkor mi a lándzsája és a nyila? Niečo, čo pôsobí na diaľku, je to také rovné, letí to do diaľky a pôsobí to... Valami, ami eljut a messze távolba, távolra hat, repül, száll. Balistická strela. Tehát a balistikus lövedék. Máme raketovú éru a to už je druhá, lebo v roku okolo 1300 už raz bola éra rakiet. To sme a rakéták korszakát éljük, és ez már a második rakéta korszak, mert 1300 táján volt az első. A nakoniec pôvodne aj ten, aj tá kopia vlastne je ten slnečný lúč v ruke, v rukách tých bohov. És voltaképpen a lándzsa is a istenek kezében lévő napsugár. Lebo vlastne vnútorne tým lúčom myšlienky rozoženieme tú temnotu tých zlých síl. Mert a gondolatunk erejével mi szétzúzzuk a rossz erők sötétségét. No, my vieme, že niečo také máme za úlohu urobiť, tak sme vynašli láserové dielo. És tudjuk, hogy valami hasonló a feladatunk, hogy ilyet készítsünk, úgyhogy feltaláltuk a lézerágyút. A 21. storočí už teda vo výzbroji máme lézerové zbráne, svetelné lúče. És ugye a 21. században a fegyverzetünk része már a lézerfegyver, a különböző fénysugarak. Takže nám hrozí napríklad, že namiesto vnútorného duchovného slnka stvoríme iba tú termonukleárnu elektráreň. Úgyhogy bennünket az fenyeget, hogy a belső napunk helyett csak a termonukleáris erőművet tudjuk megteremteni, megalkotni. Potom bude strašne veľa energie, ľahký život, ale ľudia nebudú vedieť, čo so sebou. Aztán rendkívül sok energia lesz, könnyű lesz az élet, de az emberek nem fogják tudni, mit kezdjenek magukkal. Ďakujem. Ešte tam niekto. Elnézést kérek, hogy egy angyal videlmébe szólnék, nem tudok olyan szikorkázolni. Ja viszont szavazol a... Atomozófiai szempontból... Na obranú jedného angela. Neviem tak vicibrenie hovoriť. Igen, hogy egy kicsit hamar letettünk a kérdőt. Most is még szeretnék valamit kiegészíteni. Hát trochu rýchlo sme sa rozlúčili s Gabrielom a chcela by som niečo doplniť. Chcela by som povedať, že... Egyik könyvében is ez a film szerepet, nagyon érdekes és gazdag ez az előadás. A belgiai erők, amelyek a 14. század után megteremtették a homloklebedűt és a fogunkat, erről ktoré po 14. storočí vytvorili rôzne časti nášho mozgu. Ezt nem előre tete előtérbe. Teraz tieto ako nekládli do popredia. Hanem ale? Akár Zakariel révén volt erről szó. Hovoril sa tak v súvislosti s Gabrielskou zásadí. Zacharijským obdobím. A je také antropozofické učenie, že Gabriela vôbec anjeli, čo by ste to veľmi pekne vysvetlili, že zastupujú, reprezentujú viacero kvalít. A Gabriel nie je len anjelom mesiaca, nie je takto známy, a anjel narodenia sa.
történő események sora volt. Ő először a görög archív volt a Majd utána lemondott erről a tisztségéről, potom sa vzdal tejto hodnosti, illetve nem erről a tisztségéről, hanem előre érhetett volna, naplénként formaszellem lehetett. Ale mohol by postúpiť ako slnečná bytosť a mohol byť určitým duchom. És visszalépett, ale hogy a kereszténység extrémus külső angyala legyen. Milyen? Bocsánat. Külső, de előtte... A kereszténység. Igen. Exoterikus. Igen, ez az, köszönöm. A biztosztal, ez az, köszönöm. Ezoterickým anyom. Exoterikus. Gabriel. Exotikus. Külső. Exo. Ja, áno. Köszönöm. Na most akkor történt, a vtedy sa stalo, okolo 15. storočia, hogy ő ezzel a naplényként leendő erejével, že on s tou svojou silou, ktorou by mohol disponovať ako bytosť slnka a s pomocou hierarchie a zvláštne. Keďže nastala Jupiterová doba, Zachariáš, že on proste zmenil tvar ľudského mozgu. Možno snáď preto, is történt mindez, hogy a matériába urrá lehessünk azon, ami a feladatunk lett. Aby sme mohli ovládať a motu, matériu, čo by bolo našu úlohu, materiál. Ez talán minden antropozófus is mindez. To všetci vedia az antropozófiu. Egy spirituális szerkezetet a homlok lehet, nem tudom, hogy melyik. Ale v našom mozgu vytvoril spirituálnu štruktúru, neviem, že u ktorej časti mozgu sa to vyjadí. Amely, gondolom én, lehetővé tette azt, hogy Michael működni tudjon, mint arché, akkor, amikor... To umožnilo, aby Michael ako arché mohol pôsobiť. Tehát a spiritualitás lehetőségé tette tulajdonképpen az emberbe. Takže on vlastne zasadil do človeka možnosť spirituality. Tehát egy sokoldalú lény, és ha eltemezzük, hogy kizárólag materializmus tőkerentet, takže on je mnohostranná bytosť a neviaže sa len k materializmu. Aj Mohamedáni majú láske. Takže ja za každých okolností by som bránila Gabriela. Megjeleníteni egy materiális kultúrába, a szellemvilágot ilyen formán lehozni, az mondjuk elképesztő mondjuk számomra. Ale že ako všestranne tu reprezentujete, respektíve predstavujete tento svet anielov, to je pre mňa ako fascinujúce. Ani to ako neviem dostatočne hodnotiť. Ale to, čo ste povedali, môžem hodnotiť. Takže pre nás je to novum a bolo to veľmi pestré a ďakujem pekne. Áno, u každého toho aniela je toho oveľa viac. To je oveľa zložitejšie, rozmanitejšie. Igen, minden gyongyal esetében igaz, hogy ez sokkal összetettebb. Viac než je v tradícii. Tehát több van bennük, mint ami a tradícióban. V tradícii jednak to sú také úlomky, sú tam aj omily, sú tam veci, čo tradícia vôbec nehovorí, ale je to tak. A hagyományban csak töredékek jelennek meg, vannak olyan dolgok, amelyek tévesek, illetve van olyasmi is, amit a hagyomány nem tart számon. Ja sa v tom snažím urobiť poriadok. Én megpróbálok ebbe rendet vinni. S pomocou toho, že... Annak segítségével. To už žiaden kňaz ani teológ nemá žiadnu šancu v tom urobiť poriadok. To je tak ako keby... už je tam taký chaos v tých akoby, čo sa zachovalo z tých starých náuk o anieloch. Ebben már semmilyen pap vagy teológus nem tud rendet teremteni. Káosz van mindabban, ami fennmaradt a régi tanításokból. Sok jákozik a protirecsi, a tak.
Különböző ellentmondások bukkannak fel. Ale ja som sa podíval, že robím v tom poriadok z tých čriepkov pomocou poznatkov najmodernejšej vedy, pomocou tej metódy celistvej, kde skúmam všetko súčasne v tých rytmoch a súvislostiach. Én úgy próbálok ebben rendet teremteni, hogy megpróbálom összerakni a cserépdarabokat, és a legmodernebb tudomány vívmányai segítségével a különböző ritmusok tanulmányozása révén próbálom ezt a rendet megteremteni. A ten celistvý pohľad mi dokáže potom z toho celku akoby osvetliť nejaký úlomok tradície, takže ho môžem aj potvrdiť, ale zároveň vlastne aj pochopiť, že čo to ako malo znamenať. És aztán a kép egész, az összkép, az segít megérteni az egyes töredékeket, az egyes darabokat, hogy azokat is értelmezni tudjam, hogy voltak éppen miről van szó a hagyomány egyes darabjait, töredékeit. Ale držím sa pri tej mojej práci takejto metódy, ktorá je aj názorná, aj hmatateľná, overiteľná a pochopiteľná vlastne všetkým ľuďom. És olyan módszerhez tartom magam a munkámban, amely szemléletes is, amely tapintható is, amely érthető, és segíteni igyekszem abban, hogy minden ember meg is értse. Pochopiteľná nejakými, povedzme, bežnejšími schopnosťami, bez toho, že by potrebovali veriť, povedzme, v nejaké jasnovidné informácie. Megérthető egyfajta ilyen általános műveltség révén is, anélkül, hogy például hinniük kéne a látnokságban. A tým je to tak aj ohraničené, tá moja práca. És ezzel a munkám tulajdonképpen le is van határolva. Ja som si Steinera mal veľmi rád za to, že mal duchovnú odvahu poznávať a tie jeho jasnovidné pozorovania. Én Steinert azért is nagyon szerettem, mert volt bátorsága a megismeréshez, és voltak ilyen jövőbelátó, éleslátó megfigyelései. No, ale môj vzťah k Steinerovi je vždy taký, že ja sa snažím o tom premýšľať, snažím sa to pochopiť, potvrdiť, povedzme vyvrátiť. Steiner ez a viszonyom olyan, hogy én gondolkodnom rajta, és vagy igyekszem megerősíteni, tanúsítani, vagy esetleg megcáfolni, amit mondok. A kým to nemám urobené takou metodou všeobecne zrozumiteľnou, tak o tom neprednášam. De amíg egy ilyen általánosan érthető módszer révén ezt nem fejeztem be, addig nem adok róla elő. Aj keď viem o mnohých veciach, ale vlastne neviem povedať sám za seba, že či to je, alebo nie je pravda. Tudok számos dologról, de egyelőre, legalábbis a magam nevében, nem tudom erről vagy arról megmondani, hogy igaz-e vagy sem. Isté to, že tí anjeli ako keby formujú štruktúry mozgu, to ja tam, to ma strašne zaujíma. Igen, az, ahogy az angyalok az agynak a szerkezetét alakítják, formálják, az engem is roppantul érdekel. Bocsánat, nem volt akkor még, ha ez lesz, mert úgy lesz, hogy érthető a kérdés. Nem viszont a presztori, lebo, tak bugyezzel az, hogy mit jól. Rákály Jánosnak hívnak, és a BME kvantumkémiai kutatócsoportjának vagyok a munkatársa. Že ja pracujem na Tunajšej technickej univerzite vo výskumnej skupine kvantovej mechaniky. Az ábrákkal kapcsolatosan egy módszertani kérdése. Na súvislosti s tými obrazmi, čo ste ukázali, mal by som metodologickú otázku. A függőleges tengelyeken megjelenő subjektivitással kapcsolatosan... A subjektivitás, ktorá sa objavuje na tých zásznyk osziak. Milyen módszere van, hogy ettől lehető legtávolabb kerüljön, minél több subjektív adat ne kerüljön be? Bocsánat, még egyszer lehetséges, hogy... A függőleges tengelyen megjelenő... Ezt elmondtam, igen. Hogyan kerülj el a lehető legjobban a subjektivitást? Že ako sa najúčinnejšie, najlepšie vyhýbáte subjektivite v prípade tých zvislých osí? Az utolsó felmutatott ábrájában 114... Ten obraz, čo ste naposledy ukázali, že tam bolo tých... Naphőse, igen.
a bolo tých 114 slnečných rodinov, ktorí ste tam prezentovali. Túlságosan szép volt a görbe, a 104 adathoz. Bola v porovnaní s tým, že tam bolo tých 114 ľudí, ha alebo som uspomínal, že tá krivka bola príliš pekná. A ja keby som urobil niečo podobné, teda podobne peknú krivku, tak by sa komunita vedcov na mňa pozerala nejak udivenie. Z Excel az így csinál, vagy nem tudom, milyen szöveg, vagy táblázat kezelőt használ, azt tudom. Neviem, že pri tvorbe tabuliek či používate Excel, alebo de niečo iné. Chybák is megadódik, meg ilyenek szoktak lenni ilyen esetekben. Samozrejme, môžu sa tam vyskytnúť aj chyby v podobných prípadoch. Ďakujem. Teda otázka je, že ako sa vyhnete najlepšie subjektivite v prípade, ak je tam veľký počet dát. Mien. To je dobrá otázka od kolegu. Ez jó kérdés egy kollégától. Ja som tiež pracoval na Akadémii vied a ja som si veľmi, veľmi presne vedomý celej metodológie vedy tých Én is a Tudományos Akadémián dolgoztam, és nagyon jól ismerem a tudomány módszertanát, illetve a kívánalmakat. Samozrejme, keď skúmame takú humanitnú oblasť, ako ľudskú duchovnú tvorivosť, tak sa nedá dosiahnuť taká exaktnosť v tých dátach, ako vo fyzike. Persze, hogyha egy humán területet tanulmányozunk, mint például az emberek alkotó képessége, kreativitása, de akkor nem tudunk, akkor nem érhetjük el az exaktság olyan fokát, mint ugye a természettudományokban. Ale tá vedeckosť podľa mňa je vždy v tej snahe o to, jakoby objektivizovať, spresniť a vyjasniť pojmy a urobiť ich jakoby overiteľnými. Tehát a tudományosság szerintem mindig megnyilvánul abban is, hogy a dolgokat objektivizáljuk, pontosítsuk, hogy ellenőrizzük a hitelességüket. Ukážem niečo. Valamit megmutatok. Veľmi veľa tých grafov. Nagyon sok grafikonom van. Tento príklad s tými slnečnými hrdinami. Ugye itt a nap hőseinek a példája hangzott el. Výnimočne práve nie je dobrý. Ez kivételesen nem a legjobb. Lebo tu ja robím vždy to najlepšie, čo sa dá. Én mindig a lehető legjobbat teszem, csinálom, ami lehetséges. A to najlepšie, čo sa dalo urobiť s tými hrdinami, to je výnimočne sa nedalo lepšie. És a legjobb, amit a hősök esetében meg lehetett tenni, hát az kivételesen nem lehetett jobb ennél. Že tu naozaj tu vstupuje subjektivita trochu viac do tohoto. Itt valóban kissé erősebben jelen van a szubjektivitás. Lejked ja som chcel, že nie, ale... Bár én azt akartam, hogy ne így legyen. Nemal som nezávislý prámeň, kde by boli vymenovaní všetci celosvetovo tí osobnosti áno, tohto typu, ale som to musel naozaj poskladať, aby som pokryl celý svet z rôznych prámeňov. Nem volt független és egyetlen forrásom a naphőseit illetően, a különböző személyiséget illetően, hanem különböző forrásokból kellett őket egybegyűjtenem. A preto sa dá napríklad namietnúť, že ja som možno nejako nevedomé selektoval tie dáta, lebo nejako som do nich zasiahol. És azért lehet azzal az ellenvetéssel élni, hogy ha másképp nem, akkor legalábbis tudatalatt,
az adatokat szelektáltam, és ezáltal voltak éppen beavatkoztam. Ale ten štandardný graf, skoro všetky, keď môžem. Ja, standard grafikon, ha szabad. Tak ten vyzerá tak, že... Tehát a standard grafikon az így néz ki. To vodorovná os, to vždy časová os. Tehát ugye ez a vízszintes tengely, az mindig az időtengely. Názvislej oszi je nejaká tvorivosť. És a függőleges tengelyeken mindig valamiképpen az alkotóképesség, a kreativitás jelenik. Index, nejaká miera tvorivosti v... Valamilyen index az alkotóképességnek, valamilyen mértéke, foka. Toto je svetová filozofia. Tehát ez a világ bölcselete. A najčastejší spôsob, ako sa robí tá akoby ten index tvorivosti. És a leggyakoribb módja, hogy hogyan is készül az alkotóképesség indexe. To je vzáta z kultúrnej antropológie. Az a kultúra antropológiában gyökerezik. Najčastejšie sa robí tzv. Vážený zoznam významných osobností. Leggyakrabban a jelentős személyiségek, egyfajta kiegyensúlyozott listája, jegyzéke készül. To znamená, že tam zoberete všetkých, ja neviem, zoberete filozofickú literatúru. Tehát veszük például a filozófiai irodalmat. Ako celok a zistíte, mint egy egészet. Že sa tam cituje, neviem, 375 najslavnejších slavných filozofov, ktorých... És akkor kiderül, hogy ott a bölcselet történetének 375 leghíresebb filozófusát idézik. Toto je, no, ono ich je viacej, ale týchto... Persze többen vannak a legjelentősebbek. Tých 400 sa proste všade opakuje. Tehát mondjuk az a 400 mindenütt ismétlődik. Teraz oni nie sú onako významní, lebo Aristoteles je oveľa vplyvnejší než nejaký treťorady filozof. Persze nem egyforma a jelentőségük, mert Aristoteles ugye sokkal nagyobb befolyású, mint valamilyen harmadrangú filozófus. Čiže preto, že každý ten filozof dostane váhu podľa svojho vplyvu. Tehát a mindegyik filozófus megkapja súlyának megfelelő besorolást annak alapján, hogy milyen befolyással bírt. Tú váhu urobíte ako keby tak, že nie, že si ju vymyslíte, ale povedzme spočítate citovanosť tej osobnosti v celej literatúre. Tehát egy filozófus súlyát, jelentőségét az ember nem pusztán kitalálja, hanem megnézi, kiszámítja, hogy milyen sokszor idézik például az irodalomban. A zistíte, že najcitovanejším filozofom môžete urobiť rebríček, že je Aristoteles, Kant a najcitovanejším fyzikom je Einstein, Newton a tak ďalej. És akkor ugye az ember megállapíthatja, hogy a leggyakrabban idézett bölcselők az Arisztotelész, Kant, leggyakrabban idézett fizikusok az ugye Einstein, Newton és így tovább. Čiže urobíte mieru významnosti z toho, z všetkých tých filozofov, keď spočítate a dáte im tie akoby tu ich citovanú. Tehát az ember voltaképpen megalkotja a jelentőség mértékét, annak alapján, hogy összeszámolja, hogy milyen gyakran idézték őket. Tak dostanete tú krivku tvorivosti. Akkor megkapja ugye a kreativitás görbéjét. Ugye aj vedci sme platení podľa citovanosti dnes. Hiszen ugye manapság a tudósokat is annak alapján fizetik, hogy milyen gyakran idézik őket. A toto, takéto dáta preberiem od toto je napríklad antropolog Kröber. Ilyen adatokat veszek át például itt egy Köhler nevű antropológustól. Teda ja som nemohol zasiahnuť nejako do tých dát, lebo som... On ma proste nepozná, ja som nemal na ňo vplyv a on vlastne to urobil predtým, než som sa narodil. Tehát én semmiképp se avatkozhattam bele az ő adataiba, és ő se gyakorolhatott rám befolyást, ő már korábban létezett, dolgozott, mint én megszülettem volna. Čiže poprvé... Tehát először. Ja to, že tie dáta sú, moja subjektivita je vonku z toho. Tehát az én subjektivitásom ezen kívül esik. Ale vznikne otázka, že či tí historici nie sú subjektívni a či náhodou každý historik filozofie nevidí to inak. De ugye fölmerülhet a kérdés, hogy a filozófia történészek nem szubjektívak-e, és hogy nem látják-e mindegyik kicsit másképp a dolgokat. Najprv toto poviem jednoduchšie. De először elmondom egyszerűbben.
mám, zoberiem dáta, ktoré sú z nezávislého prameňa. Tehát veszem az adatokat, amelyek független forrásból származnak. Nejakom renomovaného výskumníka. Mondjuk egy neves tudósnak az adatait. Potom použijem štandardné matematické metódy. Aztán alkalmazom a standard matematikai módszereket. A ako všetci v celej vede na svete tie isté metódy. Ugyanazokat a módszereket, mint mindenki a tudományban szerte az egész világon. Pre istotu nie jednu metódu, ale veľa metód statisztických z rôznym spôsobom. De a biztonság kedvéért nem egyetlen módszert, hanem a statisztika számos módszerét. A dostanete výsledok, že vlastne tá teória sa s empiriou zhoduje. És olyan eredményt kapunk, hogy az elmélet az empíriával, a tapasztalattal jednak milliárdja? No, az egy milliárdhoz arányban viszonyul. Tehát ez mutatja azt, hogy a filozófusok valóban azzal összhangban alkottak, ahogy az angelológia előre. Čistá. Tehát ugye ennyi az esélye annak, hogy itt a tiszta véletlen fölmerülhet. Tehát annyira valószerűtlen, hogy valami itt véletlenül jött ki így. No, a matematika je tiež obecne platná, to tiež nemôžem... És a matematika szintén általános érvényű, tehát én abba szintén nem szólhatok bele. Takže to vyzerá, ale... Teraz napriek tomu to pokračuje, tie námietky. De most ugye ennek dacára további ellenvetések merülhetnek fel. Mali vášnivé debaty s českými profesormi skeptikmi, ktorí chceli, ktorí veľmi rozčulovalo, že ja dokazujem existenciu anielov. Mert például szenvedélyes vitáink voltak cseh tudósokkal, skeptikusokkal, akiket dühített, hogy én az angyalok létezését bizonygatom. Hoci, ja som... Nepovedal, že to musia spôsobovať anjeli. Holott én nem azt mondtam, hogy az angyalok kellett, hogy ezt okozzák. Ten vedecký záver nemôžeme urobiť, že to sú naozaj anjeli. Je to niečo ako anjeli. Mert nem juthatunk olyan tudományos következtetésre, hogy itt valóban az angyalok tették ezt, hanem ez olyasmi, mint hogyha angyalok működtek volna közre. No, ale to boli členovia skeptického hnutia, oni povedali, to je jedno, že vy to netvrdíte, ale ľudia si myslia potom, že existujú anjeli. De ezek, tehát a cseh professzorok, azok a skeptikusok mozgalmának tagjai voltak, és azt mondta, hogy ez mindegy, hogy maga azt állítja, hogy angyalok voltak, vagy nem, akik ezt előidézték, hanem hogy az emberek ezt elhiszik, és ez bennünket zavar. Povedali, a preto musíme nájsť nejakú chybu, aby ste nemali pravdu. És azt mondták, hogy ezért kell önnél valamilyen hibát találnunk, hogy önnek ne lehessen igaza. A teraz hovorili, dobre, ale to je subjektívne, lebo každý historik filozofie možno to vidí inak a hodnotí inak tých filozofov. És akkor mondhatjuk, hogy igen, hát itt ez valóban szubjektív, mert a filozófia mindegyik történésze másképp és másképp látja, illetve másképp értékeli az egyes filozófusokat. Mám jedného amerického kolegu, ktorý spočítal Krombachovo alfa, takzvané to je, čo je, že do akej miery sa zhodujú všetky prámene o dejinách filozofie. Van például egy amerikai kolléga, aki összeszámolta az úgynevezett Krombach-féle alfát, ami a filozófia, akkor... To je taký koeficient spolahlivosti. Az egy koeficient, egy együttható, a csonám ukazuje. Že na 92% všetci historici filozofie... Amely azt mutatja... Všetky tie krivky, keď zoberete ľubovoľného autora, budú na 92%. Hogy a filozófia történészek 92%-ban egyetértenek bizonyos dolgokban, megállapításokban. Bármilyen görbéket is veszünk alapul. Tak potom tí skeptici hovorili, no dobre, a tak to je to západný v historici, tak, že sa všetci zhodujú, ale možno sa všetci mýlia v inej civilizácii alebo v inej epoche. By to videli inak a hodnotili by iných filozofov za to. De skeptikusok erre azt mondták, hogy jó, egyetértenek abban, de lehet, hogy egy más kultúrában, egy más civilizációban másképp értékelnék ezeket a dolgokat. No, ja som ukázal, že aj v iných civilizáciách, aj v Indii, aj v Číne, aj v iných epochách, aj v stredoveku, aj v antike, keď zoberete staré pramene, vždy vyjde iba jediná vec, že najväčšia tvorivosť filozofická je v epoche, v michaelských epochách. De én rámutattam arra, hogy
akármilyen más országot veszünk, vehetjük Kínát, vehetjük Indiát, vehetünk más korszakokat, az ókort, a középkort, mindig az derül ki, az kerül napvilágra, hogy a filozófia leginkább a Mihályi korszakokban fejlődött. Tak, že tak potom, aj keď je to tak, že tí historici nejako manipulovali tie všetky tie prámene historické, takže že... Tehát, hogy még azt is mondanánk, hogy a történészek manipuláltak a forrásokkal. Že na nejakých filozofov sa zabudlo, tých vyškrtli a nechali... Hogy bizonyos filozófusokat elfelejtettek, vagy töröltek, kihúztak. A preto mi to vyšlo potom. Ezért jött ki nekem ez. Lenže ani to nie je pravda, pretože to by znamenalo, že oni by museli, že vlastne tie pramene by museli byť skreslované po celú históriu, po tisícročia na celom svete. És ez így se teljes igazság, mert ugye azt jelenteni a dolog, hogy a forrásoknak világszerte torzaknak, hamisaknak kellene lenniük. Museli by tí historici skreslovať, ako falšovať pramene, ale systematicky, koordinovanie vždy tak, aby... Ami annyit jelent, hogy a filozófia történészeknek is mindig szisztematikusan meg kéne hamisítaniuk a forrásokat, méghozzá koordinált módon úgy, aby vždy a všade vyšlo to isté, hogy mindig mindenütt ugyanaz az eredmény jöjjön ki. Čiže vlastne svetová konspirácia. Tehát voltak éppen egy világméretű összeesküvés lenne ebből. Čiže od začiatku dejín museli byť všetci historici zakonšpirovaní. Tehát a történelem kezdete óta az összes történész összeesküvő kellett volna, hogy legyen. Aby mne to nakoniec vyšlo. Hogy ez nekem aztán végül így jöjjön ki. To bol koniec debaty na českých univerzitách so skeptikmi, že dostali k tomuto vysvetleniu. És ez a Csen egyetemeken a skeptikusokkal folytatott vita végét jelentette, hogy ők ilyen magyarázathoz jutottak. Samozrejme, nie vždy to všetky oblasti, že sú také nejaké jasné, alebo vychádzajú, ale je tam veľmi veľa... Nem minden területen van világos kép, nem minden területen jönnek ki a dolgok. Proste je to tak, že keď zoberete tú starú angelológiu, zistíte, že to je najlepšia filozofia dejín, aká existuje. Ez úgy áll a dolog, hogyha vesszük a régi angyalokkal foglalkozó tudományt, akkor arra jövünk rá, hogy az a legjobb történetírás, amely létezik. Lebo najširším spôsobom vysvetľuje dejiny rôznych kultúr, rôznych časov a rôznych kultúrnych oblastí. Mert a lehető legszélesebb körben magyarázza az egész világtörténelmet, különböző kultúrák, különböző térségek keretében. A vychádza to celkovo tak, že je to nad hranicou štatistickej signifikancie, čiže je to nenáhodné. És az egész úgy jön ki, hogy a statisztikai szignifikáció határán mutat túl, tehát, hogy a dolog nem véletlen. A teraz už niekoho nudím, možno, lebo to sú také otázky. De azt hiszem, hogy most már untatom önöket, mert hát ezek valóban csak a szakemberek számára érdekes kérdések. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Tak asi už nie je viacotrázok. No a zajtra sa stretneme. Dovidenia. Dovidenia. Viszontlátásra.